Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk, Jani, hello Feri, hello! Hello! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Bello, nyertünk a versenyen, jók vagyunk? De jó fel. Tegnap, ahogy elmentél innen, végig azt mondtuk, hogy te küzdesz. Te küzdesz, értünk küzdesz. Hoztuk. A magyar történelem mezején. Adtuk, vettük. Mindenki nyert. Mindenki nyert. Egy olyan vetélkedő volt, hogy magyar várak, hősök, stb. Na. Kategóriában értelmileg korlátozott gyerekeknek rendezték. Nálunk van egy iskola a Kondor Béla sétányon 18. kerületben, akik egy nagyon nemes dolgot végeznek, olyan gyerekeket igyekeznek felzárkóztatni, akik valamilyen szempontból le vannak maradva a többiekhez képest, vannak köztük autisták, vannak közöttük értelmileg korlátozottak, tanulásban korlátozottak, és nekik rendeztek egy ilyen versenyt, és akkor én voltam az egyik ilyen meglepetés vendég. Megnyertük? Engem csak az érdekel, a legfontosabb. Ott vagyunk. Ott voltunk a végelszámolásnál. Ennyi gyerekek, minden verseny, minden harc, minden vetélke, minden meg kell mindig nyerni, nem? Hajótékony, ha nem. Tessék, elmenni, segíteni. Meg, nagyon nyertem. Szép, de meg kell nyerni. Tehát ez a lényeg. Az élet egy harc. Tehát ezt erre kell készíteni a gyerekeket, magunkat, nem? Meg ez a lényeg, megnyertük. Igen, na, ennyi. Így van. Megnyerték. Az első helyzet engem is megnyert. Megyek velük majd kirándulni tavasszal. De jó. Igen, de jó. Várba, igen. Meglepték őket velem, egy kicsit engem is ezzel, de... Ja, meglepetés. Örültem a felkérésnek egyébként, úgyhogy megyek, és akkor majd fárasztom őket tovább a magyar várakról szóló történetekről. Igen, összeraktam nekik egy 20 magyar várból álló kis prezentációt. Hú, az nem lehetett rövid. És igen, már a felénél elkezdtem nekik behozni melléke vágányokat is, hogy egy kicsit élvezék ők is. Igen, egy ablakot kellett nyitni a felénél, hogy kicsit leesett a vércukorszín mindenkinek. Már később ebédelünk. Igen, mindenki egy kicsit lazítsa meg az ingét, a nyakkendőjét, dőjön hátra, így jól legyen, hogy kibírja a végéig. Hát nem volt egyszer a történet, számukra sem. Azt gondolom, hogy azért megérte nekik végighallgatni. Egy nagyon jó kis rendezvényről van szó. Egyébként a Sofi az iskolának a nevezett 18. kerület iskola, még egyszer mondom, és hát nagyon pozitív munkát végeznek ők így a mindennapokban, nagyon kemény is, nagyon pozitív munka. Hány órás lesz a kirándulás a budai várban? 8-12? Hát, még azt a mást sem megnézünk, nem tudom, de a cukrászdát már belebegtettem nekik, hogy azért hogy tartsam bennük a lelket. Lesz egy kis cukrászatúra? Persze, jó is az. Nem, majd megfagyisztatjuk őket a ruszlumba. Helyes. Jó is az. Úgyhogy ez volt tegnap. Na jó van. Tőled, mikor köszönt el a stáb? Jó étpuszítottak aztán. Fél hétkor. Hát az fél hétkor. Az utolsó olcsa le a villanyt. Oké, kapcsolom. Húzd belé az ajtót. Kapcsolom, mondta Bali. Fél hétkor. De ezek tegnap még nem éles felvételek voltak, azok ma vannak. Tegnap még csak gyakoroltunk. Meg mindenki ugye van ilyen összeállási nap, és ma felszállunk élesbe. De amikor élesbe, akkor két stáb megy veled? Igen, dupla stáb. Ma már kezdjük, tehát ugye tegnap volt ez a kamerapróba, meg statisztákkal játszottunk, meg közönség, meg minden. Tulajdonképpen lejátszunk az egész játékot, hogy szokjam én is, meg szokják az operatőrök, meg a rendező, meg mindenki. És akkor ma már élesben. Ma már felszállunk. Jönnek. Jani, szerintem arra gondolt, hogy a reggeli stáb meddig volt veled. Igen, reggeli stáb. Lefeküdtetek együtt. Ja. Nem, ők elmentek este, ott voltak még, és akkor este azt hiszem, azt még felvették, hogy ott elmegyek, és akkor ott már haza nem kísértek. Aha, de drága. A felső szintre, a hálószobába. A hálószobába már, nem? Igen, az egy a fókuszanyag volt. Hát Balázs egy napja mondtam, hogy erre most szegények rám csesztetek kicsit, mert hogy a rádióból a tévébe megyek, a tévébe meg haza, tehát ez most nem túlságosan izgalmas. Mondták, hogy nem baj, nekik az jó, azt leforgatják, úgyhogy így jöttek bele egész nap mindenhova. És hát fél hétig gyűrtük egymást. Az kemény. És akkor a nagy műsorra meg használtok fel az új műsorra. Ma csináljuk, igen. Tehát, az új műsor gyűrtük tegnap fél hétig, nem a fókusz gyűrtük fél hétig. Le, azt már én értem, én végigértettem. Jó, azt hittem elmondott, hogy ma szállunk fel az új műsorra. Nem mondom, hogy a nagy műsorral, mert hogy a fókusz hozzád képest kis műsor. Igen. Ja, hát az érted. De, ja, így. Hát, de most, hogy benne lesz, az is nagyjá válik. Ja, hát egyébként igen, és hát természetesen mindez megtekintető március 3-án hétfőn este 7:30. Akkor szálltok fel, ugye? Vagy ahogy a forgalom irányítók mondják, Feri egy ilyen clean sky, go fly. Igen. Ha esetleg jövő héten egészen véletlenül eszetekbe jut megemlíteni a műsort. Ne fogjátok vissza magam. Igen, harmadika? Tehát, hogy meglátok egy tévéújságot, hogy a Balit valahol, vagy eszetekbe jut, hogy én nem vagyok, de a Bali... Akkor...
tegyétek nyugodtan hát oda véletlenül hozzá. Véletlenül nem tudjuk, de mivel mindenhol kim vannak az etikettetlik már kiragasztva. Hát, igen, említsd meg. Tehát akkor azért egy mondat erejéig nyugodtan. Tehát, ha éreztek valami ellenállhatatlan vágyat, hogy talán meg kéne említeni, nem kell azt elfolytani. Aha, nem kell magatokban elnyomni. Jó. Mint egy halpukit utat kell neki engedni és kimondani. Na, este fél 8. Sikerre. Jobban örülnek majd neki a hallgatók. Egy jó pukinál azért 80%-os. Lehet, hogy csörgünk majd. Jó. Szia Balázs, mit szólsz az új nézettségi adat? Megjöttek az első. Jó, hát amikor indul a műsor aznap nyugodtan egyébként. Nyilván azért, hogy tudjam promotálni kellő erővel a saját műsorban. Ami nem képviselnek rendesen, akkor... Szívesen mesélek a nyarás, és de nyilván ennél inkább, hogy sokkal jobban promotáljam az új műsort. Valami műholdvevőszetet, valami mobilt viszel magad, ahogy tudjad majd nézni? Nem, beállítom. Beállítom a kis szentobok szobat. Tudja. Hát van ilyen felvevőm. Ja. Benny, Viki, gyertek be, kezdődik! Ja, gyerekek, de várom már, úristen, de várom. A műsort? Nem, hogy... Fú, az miért? Nem, a műsort is persze. Végre új műsort. Nem a pihenést kicsit sem, nem akarom nagyon kihúzni a gyufát, hogy órákat beszélek erről, de jövő héten ugye én szabadságon vagyok, és hát nagyon-nagyon várom. Nagyon várom. Sajnos picit kellő szomorúsággal kellett konstatálnom, hogy itt is egy 10-15 fok lesz, tehát hogy nem sikerült a dédelgetett tervem, hogy egy mínusz 8-ból menjek el egy plusz 30-ba, de még azért így is jól eső érzéssel fogok rátok gondolni. Jó pihenés. Sajnos hó nem lesz, pedig azt azért adott drukkoltam, hogy hát egy kis március 15-e megismétlődik. Vigyünk ki neked, vagy? Hogy itt nem lesz. Igen. Nem baj, viszont azok, akik szeretik a kulináris vonalat, a militari vonalat, a sportvonalat, a rock vonalat, azok örülhetnek, hiszen az elkövetkezett egy hétben ezekből lesz bőven. Mm. És lesznek majd vendég műsorvezetők is, a személyen részben titok egyelőre. Tegyél oda bátran a 6-tól fél hétig. Nyomasd a rockot. Szerintem ne bátorítsd. Nincs ezzel baj. Ne aggódj, berendeltem egyébként, és már ezek egy része meg is érkezett. Egy jó CD-t az államokból, úgyhogy Mindig szakfüllel hallgass, jó? Hogy légy szigorú magaddal, hol van az elkapcsolási faktor? Az én fülem az elmúlt néhány 10 évben cirka várja, azt mondja, ettől hogy 83 óta már roncsolódott annyira, hogy az én szakfülem már egyébként más dolgokat hall ki abból a zenéből, amit te. Igen, ettől függ, egészen máshol van az ingerküszöb, de nem baj, legyen jó kis rockzene, sokan szeretik egyébként, nincs ez. Nagyon kellemes, könnyed zenék voltak a múltkor is, ahogy nem voltál az a két napom. Igen. Tényleg, aha. Így van. Nagyon kis könnyed. Most a Kálmán ott benne Journey-t ajánlott nekem, hogy hallgassak Journey-t, mert ez olyan, mint a Totó meg a Rainbow. Nagyon jó. Tehát kis ilyen, progresszív rock, igen. Ilyen kis soft rock, ilyen kis progresszív, ma hoz egy Journey CD-t. Tényleg? Azt ma együtt fogjuk. Az jó. Együtt fogjátok hallgatni. Együtt lesz egy ilyen szakrális Journey hallgatás lesz az öltözőmben ma egész nap, mert drága Kálmán a tapsolódató ember készül nekem egy CD-vel, és ezt meg akarja mutatni. Milyen jó a Journey, úgyhogy. Énekeljen bemelegítésként Journey. Ő mindig énekel. Tudom, csak hogy Journey-t. Lebeszélhetetlen. Ott állunk már, mondom, Kálmán, nem vennénk föl? Jó, még ezt a Led Zeppelint elnyomom. És így néz a közösség. Közösség nem érti, a bemelegítő ember egy nagyon helyes kis pufi srác, ugye a Kálmán pedig a kis nadrágjában, a kockás ingében nagyon nyomja a Led Zeppelint. Rendező kérdezi, tudunk indulni? Nem, a Kálmán énekel. Tehát, hogy... Ez általában így történik. Nem tudnánk elkezdeni? Nem, mert a Kálmán még mindig énekel. Kálmának is egyébként szelektív a hallása, mert ugye az ovációnak a hiánya az így nem tűnik fel neki. Nem zavarja. Nem, egyáltalán ez, hogy senki nem énekel vele, szóval oda megy, kiszemel magát valakit a közösségbe, azt se énekel, nem baj, arra megy és tovább énekel. És csodálkozik rajta, hogy mondjuk valamilyen 72-es rock standardet nem énekel vele együtt a közösség. Oda megy valaki, ez nyújtja neki a mikrofont, és akkor a refrént egyszerre, hogy és csönd. Nem ismered. Nem, hiszen akkor még nem éltem. Igen, 18 év múlva születtem műsor. Ugyanaz a Kálmánnak ez az éneklés, mint neked majd a műsor a tévében. Ugye? Igen. Tehát ő odáig nem jutott, de ő neki ott az a fő műsoridő, az éneklés. Igen, meg se engedném el. Igen. Meg ő Led Zeppelin emlékzenekarban énekel, azt hiszem. Igen? Igen. Na jó, igen. De az koncertteremben kéne. Nem ott is fellépnek. Hát ott remélem csinálja. A Led Zeppelin, te jó Isten. De szerintem az. Valami ilyesmi. Igen. Csak a Balázs műsorát egy oldalon is lehet promotálni a sztoriban. A Kálmánihoz kiajtható posztert kellene. Egy picit szélesebb, de egy várni való emberkéről van szó. Igen, jó gyerek. Úgyhogy ma nagyot fogunk mulatni, gyerekek, ott leszek bent estig. Ott lesz az esti is, igen, és azon dolgozom, hogy majd mindenki jól érezze magát hétköznap este. Minden hétköznap este? Teszem a dolgom, szolgálom a hazámat, szórakoztatom a népet. Ez igen. Minden este. Hát ez hétköznaponta lesz majd, igen.
De hogy hánytól? Hogy... Ja, hogy azt még nem mondtam volna, természetesen 7:30. Ah, na ez. Ez nagyon fontos. Melyik csatorna? Hát nyilván az RTL. És véletlenül is az RTL 2. És akkor izgalmas lesz a műsor? Nagyon. És, nem, egyébként nem, de kicsit igen. Figyelj! Nagyon jó promotás. Hát annyira nem. Nem, figyelj, ez egy ilyen hiánypotló műsor, most szerintem. Most annyi reality van meg. Minden. Nincs vetélkedő. Élet, életsója, édes élet, budapesti jelnap, nincs vetélkedő. Ez meg egy ilyen jó hangulatú, kicsit röhögsz, megnézed, röhögsz kettőt. Hiánypótló abból a szempontból, hogy ez a műsor ezzel a címmel, ezen a csatornán, ezzel a műsorvezetővel nincs. Igen, így pontoljuk a hiány. Én remélem, hogy fogják nézni, sokat dolgozunk vele, de hát ugye mentünk mi már neki műsorban. Igen. Ja, gyerekek, nincs ma retro nap, úgyhogy még senki ne reménykedjen, azon egy picit dolgoznunk kell, mert ezeket a zenéket nem olyan egyszerű beszerezni. Nem olyan egyszerű, tehát egy snap azért így nincs most csak nekünk ott úgy az archívumban, meg egy Snow Informer, de dolgozunk rajta, megvan már a tracklistnek a fele körülbelül, úgyhogy ahogy visszatértem, mint Gandalf pirkadatkor kelet felől 5 nap múlva. Nem fehérként, hanem barna kint majd. Igen, barna Gandalf kint megyek. Akkor megcsináljuk a retronapot, én ígértem, ez nincs elfelejtve, szerintem március első hetében valamelyik napon felcsendülnek a retro blog DJ Otival, úgyhogy lesz retro nap, jó? Van egyébként az egyik lemezkiadó cégnek, az egyik három betűsnek egy olyan lemez szettje, egy olyan gyakorlatilag egy olyan válogatás sorozata, ami összegyűjti minden évből a toplistásokat. Hát elsősorban nyilván régről? A 80-as évek elejétől kezdve. Ebből nekem, szigorúan mondjuk az én fiatalságomra, ami nagyon régen volt fókuszálva, megvan 4 darab, de szerintem a későbbiekből is. Ez a 90-es évekből is ugyanúgy megvan. Kovács nagy embernek régen a Juventus mix, emlékeztek rá? Ez nem mix, hanem ezek ugye konkrét dalok. A Juventus mixeket nagyon szerettem. Nagyon szerettem. Hát mondj, most erre mit mondjuk? Nagyon jó, figyelj, az ma egy házi bulim, ma esküszöm. Mi sem vagyunk tökéletek. Komolyan mondom, az ma egy házi bulim, berakod a Juventus mixet, ott sírva. Tehát amikor a Forever Clubból átmegy a Happy Gangbe, és a Happy Gangből jön a nem tudom mi, milyen együttes, meg mit tudom én, a Soho Party, uh-huh. Hát sírva zokogva, üvöltve táncolsz, mert annyira jó. Tehát, hogy azok jó, a Juventus mix 1-2-3, az szenzációs volt. Szenzációs volt. Na mindegy, szóval az nem mix. Nem, itt rendesen ezek a Radio Edit versenek uh-huh. vannak rajta. Az jó, hát az abban mondjuk küldhetnének egy párat így 85-től 96-ig, mert akkor meg lenne a retro blokkunk nagy része, de meg lesznek a zenék, szóval szóval minden oké lesz, megcsináljuk a retro blokkot, amikor visszatértem. Egyéb hír a nagyvilágból? Semmi? Kérlek szépen, na. Most akarom neked megmutatni, csak beragadt ez a gép. Mindjárt megmutatom, erre a vonalra akartam rákapcsolódni, hogy a mi kis hallgatóink egyébként rettetesen lelkesek, csak nem fogom meg... Mit akarsz mutatni? Veled kapcsolatos mind a kettő. Be? Hát ez az, ami előttünk és miért van. Nem jön ki? és mi történik a géppel? Lefagyott? Le. Két olyan képet csináltak rólad, ezt csak nekem küldte el. Egyenként 10 nettó. Most 15 zsebből, és ha ne küldjetek sokkal el az újságnak. Csak mondom egyébként, hogy nem egy rossz pénzkereseti lehetőség. Komolyan díleljünk, gyerekek, 13, na 15 sok, 13 zsebbe. De jó? Most már van, aki 15-öt fizet. Mi a kisebb 15-öt fizet? Rád licitáltak. Jó, 17 zsebbe, számla nélkül. Jó, és ott előttem megsemmisített a fotót. Dileljünk. Van velem most lehet. Már, úgyhogy vigyázzál. Igen, ezt igen. A szar. Semmi, hát akkor beszéljetek mással. Nem rúgj, ez a rohadék nem nyílik meg. Hogy majd akkor elmondod, hogy visszajöttünk? Nem, én meg akartam itt, ne engem cseszegessetek már, hanem az izét, aki hogy beszerezne akkor, ide három jó gépet. Hogy akkor most ezt hagyjuk? Ja, most szerintem ezt most már engedjétek el. A ráutaló magatartásodból arra következtetünk fel, hogy akkor ez jövő heti téma? Nem, kisfiam, jó? Kérlek szépen, elsőként neked mutatom meg. De nézd meg, mi van a kezében. Hát ez király. Facebookra vele, Facebookra. Már meg. Ott is segíts. És mi van a kezedben? Nem hiszem el.
Egybehajtó. Hát nagyon nagy. Egy ilyen kis szögbehajtó, vagy csavarbehajtó. Ez jó. Ha lóg egy csavar, ott is segít. Ott is segít egy csavarbehajtó. Ez nagyon menő. Ez jó. Ezt feltesszük a Facebookra, mutatom, ez nagyon király. Mutatom a másikat is. Mondjuk, hogyha így akarsz visszajönni Tájföldről, ahogy a képen látszott, akkor elég sok egy kell kimaradnom. Egy ilyen Arnold fénykorában képet képzelni. Mindenki félmeztelenül, bronzbarnán, Balázs fej ráretusával, és egy fúróval a kezében, egy hihetetlen nagy izmokkal, tehát irálisan szétkokszolva. És az a szerencse egyébként, hogy igen, hogy mert gyakorlatilag itt érdik bent a vízbe, hogy ez egy akkuscsavar, és nem pedig vezetéke. Nem vág meg az ipari áram azonnan. Megmutatnám a másikat is, ha nem fogyott volna le a gép. Na, e-mailben kaptad ezeket? Hét után, nem izén, hogy hívják ezt Facebookon, de mindjárt tovább. Jó, dobmáltam, vikinek létezik. Ha egyszer elindul újra a gépen. Jó, ezek nagyon klasszikus képek. Bárki csinálta, köszönjük szépen. Jó, amikor így ráfűztök a műsorra, azt tudom szeretni, amikor így valami elhangzik, kis téma, vagy kis veszekedés, vagy bármi, és abból már is poén lesz, ez nagyon, nagyon jó. Lesz ma már Gáborunk? Mert ezt viszont sokan kérdezik, meg kíváncsiak rá. Jön a Gábor, igen. Lesz elmentes övezet. Lesz elmentes övezet, abszolút. Gábor jön. Igazoltam volt távol, részben együtt voltunk, mert hogy Nürnbergben voltunk a Biofak nevezetű biovásáron vele együtt. Uh-huh. Csak ő előbb ment, és én meg később követtem. Mi a fak? Biofak. Biofak. Igen. Együtt voltunk az egyik legnagyobb német ilyen biovásáron. Majd mondunk róla két mondatot, egyébként nagyon érdekes. Ja, beszélni akarsz róla. Három mondatot majd mindenképpen. Hogy kíváncsi lennék a léptékekre, hogy milyen ott. Picit le vagyunk maradva. Picit más a dimenzió. Kicsit többen, éreztem, hogy ezt fogod mondani. Több elképesztő, hogy hol tart ez az egész organik bió. Szóval, de gyerekek, ez hihetetlen. Hihetetlen, csodát láttunk. A Gábor is, aki azért ebben mozog szájtátva, egymás kezét megfogva összebújva, mint két vadmalac. Mentünk a pavilonokban, és néha összezörrentünk egy-egy zajra, oda néztünk, és nem tudtuk elképzelni, hogy az a gép vajon mit tud, de hát az a gép olyanokat tudott, hogy hihetetlen, tehát az otthoni asszalógép, érted, berakod a banánt, a mandarint, betolod, és kív, és egy óra múlva besöpröd egy tára az asszal gyümölcsöt, mert megasszalja neked. De annyira jók vannak, hogy hihetetlen. Sírva majszolt valami kis ilyen kétszeres kiörlésű vásárfiat a Gábor. Az, mentünk és ettük a zapkekszet végig. Úgyhogy érdekes volt. Ezt kapcsolódik egyébként, hogy kaptunk ma reggel ajándékba kis reggelit, paleolit, palacsintákat. Igen, nagyon szépen köszönjük annak, aki küldte őket. A paleolit az ehet hús, nem? Uh-huh. Ugye? Hogyne, a paleo az igen. A paleo az ehet. A paleo az igen. De ők figyelik a műsorot, úgyhogy nekem olyat küldtek, amiben nincs. Hát mert rendesek, mert kevesen vannak ilyenek, de ha még vissza akarod hozni, akkor... DJ Oti Megamix? Mi van a kezedben? Az nincs. A bakelit lemez mi lenne? Ja, egy bakelit lemez. Valami régi bakelit lemez, szerintem olyan egy Dr. Albán. Kb. Ezt támadtuk meg egyébként adásba, úgyhogy is meg is valósítottak, hallgatok. Jól néz ki, majd a Facebookon megnézhetitek. Igen, DJ Oti Megamix, igen, egy bakelit lemezzel, pálmafák alatt, egy piros háttérrel, igen, egy régi lemezjátszóval. Jól van, oké, hogy állunk játékkal? Hát nem jó. Hát. Én úgy emlékszem, nem jó. 2-1 a hallgatók vezetnek. Tegnap nagyon nagy címbálódás volt, hogy tulajdonképpen akkor kimondott mit. Hűvös és mikor. Versus Lőrinc. Így van, összecsapás volt, de időn túl volt, hanem előtte volt egy fél, nem meg egy passzivitás, de megadtuk, mert jó fejek vagyunk, úgyhogy ezzel el is buktuk 2-1. Még most egy 2-2 ki lehet hozni. Egy 2-2 ki lehet hozni. Jó, ugye csonka hetünk van, holnap nem vagyunk. Holnap egy kicsit elmegyünk pihenni, meg hétfőn is, aztán ugye a srácok lesznek majd, úgyhogy hát most mi van, 2-2 hozzuk, akkor mi van? Akkor egyezünk egy döntetlenben? Hát akkor egyezünk egy döntetlenben. Hát, hogy lehet hét után játszott. Gyerekek, szerintem nekünk, ha most X-re állunk, nagyon jó. Jó, komolyan mondom, ha megállunk döntetlenben, jók vagyunk, az elmúlt hétben azért nem virítunk. Nem brillírozunk nagyon, úgyhogy nekünk, lehet, hogy jó lenne ez a döntetlen. Nekünk máz is jó. Igen, ide süllyedtünk. Megvan, gyerekek, ide jutottunk, hogy jó a döntetlen. Hát, ne játszunk többet, jó a döntetlen, hagyjuk. Igen. Basszus, viszont egy dolgot mindenképpen mondani akarok, ez nyilván nagyon kevés embert fog érdekelni, szerintem még kevesebbet, mint amelyik. Akkor ezt nekem mondanád el a hírek alatt, én tudok úgy csinálni, mint a figyelmét. Vagy neked se, ha megtartanám magamnak. Figyelj, hagyd a fenébe, ne fárasztjuk ezzel hallgatókat, mondd el nekem, közben iszom egy kávét, és akkor én tudod, hogy az egyik fülemmel, a másik fülemen ki.
Na mond. Na, a tenisz nagyon sok embert szokott érdekelni, a silövészet talán egy kicsit kevésbé, viszont aktuális, hogy Ole Einar Bjørndalennek, az én egyik nagy kedvencemnek sikerült összehoznia azt, amit előtte még soha senkinek, ő lett minden idők legsikeresebb téli olimpikonja, ugyanis tegnap megszerezte Szocsiban a második aranyérmét is, úgyhogy ezzel 8 arany, 4 ezüst és 1 bronzéremnél tart, és megelőzte az ő honfitársát. Björn Dálit, aki sífutó volt, nagy ugye Ole Einar Bjørndalen sílövészetben. Nem ja. Csak ugyanaz a náció is használ. Többen is használják ugyanazokat a neveket. Minden sífutó Ole Einar Klölen Plöttyen? De óriási, óriási csávó, annál is inkább, mert ő 40 éves. 40 éves, és ebben a korban még senki nem volt ennyire sikeres, mint ő. Gratulálunk! Hát figyelj, fantasztikus jó, a csávó. Fantasztikus a csávó, úgy, hogy a 15 kilométeres váltót végigvitte gyakorlatilag hibátlanul, iszonyatos tempóba, és egyetlen hibázás nélkül. Ugye múltkor beszéltük, hogy ez egy külön művészet, amikor az ember végsiel gyakorlatilag inaszakatából 15 kilométert, és akkor közben még lövöldözés néha a egy-egy kört. Gyakorlatilag ő egyetlen póttöltény felhasználása nélkül abszolválta ezt a távot. Zseniális az ember, gyakorlatilag egy legenda lett a tegnapi napon. Ki ő? Ole Einar Bjørndalen. Bjørndalen. Föl ja, is Bjørndalen. Tettem magamra Bjørndalen. Ne, olvastam róla tegnap, igen. Kétszer átférne fel. A teljes teste. Na jó van, 7:30 volt pontosan, 1 perccel SMS-ben lehet jelentkezni a játékra, ha valaki szeretne kihívni bennünket, nekünk nagyon jó a 2-2. Te jól hangzik. Vagy mi? Igen, 2-2, ugye? Az nekünk ma kiváló, úgyhogy jelentkezzetek a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt mindenkinek. Hello, itt vagyunk. És hát itt valahol az éterben. Mindenki fülében, otthonában, rádiójában, konyhájában, fürdőszobájában. Bele szoktatok abba gondolni, hogy hány helyen szólunk egyébként? Hogy így, van, aki éppen fogatmos, van, aki kakil, van, aki buszon ül, van, aki a fülébe hallgat, van, aki még ágyban van, van, aki éppen oda simul a párjához, de már szólunk. Hogy így, mi csak belebeszélünk teljesen lélektelenül egy ilyen kis mikrofonba, nem? Ugye, nézzük egymást. Lélektelenül. Hát most úgy értem, hogy... Tele vagyok lélekkel, szívvel, szerelmel, érzelmek. Mindannyian tele vagyunk, de hogy tulajdonképpen szerintem nem is tudjuk, meg felfogadta az, hogy ebben a pillanatban hány helyen vagy ott a hangoddal, hány ember lakásában, fürdőszobájában, autójában, nem, hálószobájában, spejzában, nagyszobájában, rengeteg helyen, nem is tudjuk. Szerelőműhelytől kezdve, iskolán keresztül, mindenhol ott van a hangunk. Az ember így ezt nem tudja. Csak amikor így mondja valaki, hogy hallgattalak tegnap otthon. Csak úgy elgond, vagy kozmetikában, vagy valahol, tök nem? Hangzik. Hogy ez milyen jó. Te bágyat, ásítozó, csíkás szűkült szemű honfitársam, aki éppen most kakilsz. Érted csinálom. Mondd, hogy szeretlek. Érted teszem, érted vagyok, hogy szeretlek. Én azokért csinálom, akik álmosan mossák a fogukat a fürdőszobában, és azt gondolják, hogy ez egy leküzdhetetlen nap, ez egy szörnyű nap, ez egy nagyon hosszú lesz, higgyetek el, én is így érzem, de egyszer vége lesz a mai napnak. Te kiért csinálod? Én azokért csinálom, akik most söndörödnek oda a feleségük mellé. Azok a legkevesebben vannak, gyerekek. Hétköznap reggeli szex, az szerintem szinte benne. Esélytelen. Én hiszek benne, hétkor belefér. Gyereket öltöztetsz, reggelisztetsz, rohansz, sietsz, el vagy késve, értekezleted van, dolgoznod kell, a főnök már cseszeget. Szerintem statisztikailag a hétköznap reggeli szex a legkevesebb. Aha. Biztos. Hétvégén már nem. Hétvégén máshogy gondolom, de hétköznap reggel szinte reménytelen, nem? Hétkor kell a gyerek mondjuk, mert még belefér, és akkor 3-4-7-től 7-ig egy kis... Aki most ezzel a tevékenységgel foglalkozik, az is akkor a szabad kezével, vagy valamelyik ügyes végtagjával küldjön egy SMS nekünk, és támfoljon rá Balázs. De mire erre gondolok, hogy azt hívják egy futópadon. Tehát ő most például futópadon van, ugye, hogy ott fut, küzd, izzad, szakad róla a víz, és közben ott fut egy futópadon, és ott vagyunk a fülében, vagy hallgat minket egy ilyen kis touchscreen-es monitorom, vagy nem tudom. A Schobert családból esetleg. Hát igen, például az is lehet. Csak na mindegy, érdekes. Érdekes dolog ez. Bölcsiben írja valaki. Oké, jól van. Na nézzük akkor meg. Jó, ha valaki extrém helyen hallgat, vagy tényleg olyan helyen van, ami eszünkbe se, csak írja meg, hogy jelen pillanatban hol szólunk most, jó? Hogy ott vagyunk a fülében, és közben ő mit csinál. Ezt nekünk mindig annyira jó olvasni, mert
tényleg az ember nem is gondolja. Hogy állunk 2-1-re vezetünk? Nem tegnap megadtuk. Hát igen. Azért gyerekek, tegnap korrektek voltunk, jegyezzük meg. Szóval egy oda nem ítélt ajándékcsomagot adtunk oda nagyon korrekten utólag. Nem akarom magunkat fényezni, de korrektek voltunk. Nem? Igen. Így kell, mondjuk. Nem érheti szó a ház elejét. Úgyhogy hát ma már egy nyomorúságos döntetlenre próbálunk játszani. Megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok. Szia. Hello, ki vagy? Benedek vagyok Sopronból. Szia, Benedek. A felsorolt tevékenységek közül melyikkel foglalatoskodsz éppen? Hogy melyik? Hát mondtuk, hogy cső. Tudod, kakilás, szeretkezés, fogatmosás, gyerekültöztetés. Én már most érek be az iskolába mindjárt. Na, megbuktál ennyiszer, mert a hangod alapján egy olyan 28-ra tennélek. Nem. Hány éves vagy benne? 15 éves vagyok, 9. Nem lehet. Jaj, ne csinálj meg 15 éves, de olyan a hangod, mintha felhívtunk valami szakértőt, aki éppen most készül elmondani, hogy miért buktak meg egy általános iskolában. Vagy egy esztergomi diák. Igen, 28-28. Mennyi vagy? 15. De titeket mivel etetnek ott Sopronban? Nerobollal? Vagy napozimmal? Vagy strombával? Vagy mit kajáltok ott Sopronban? 15 évesen egy fiúnak nem ilyen hangja van. Hát reggel van, vagy nem tudom. Igen. És mit tanulsz, Benedek? Mindent. Gimnazista vagyok. Nehéz az élet. Aha, az biztos. Ja, szeretném, ha olyan nehéz lenne az életem, mint neked. Hogy utáltam, amikor gyerekként azt mondták, hogy addig örülj, amíg tanulnod kell. Sosem. Miért örüljek? Leckét kell írnom, dolgozat, stresszelek. Én is utálom, persze. A édesapám hazajött, ledobta a táskát, irigykedve néztem, hogy semmi dolga, bezavart tanulni, és mondom, miért jó ez? És most már annyira tudom, hogy úgy. Milyen jó lenne, te jó lenne. A legboldogabb éveim az egyetemista évek, meg a gimnáziumi évek, úgyhogy... Újra bukdácsolni. Szárnyaszeget madárként. A gondtalanság, meg a felelőtlenség abból a szempontból, ugye még azért nem vállalsz felelősséget a saját életedért, mások életéért, hát azért a felnőtté válás nem egy egyszerű dolog. Jól van, Benedek. És minek készülsz? Mire? Hülye kérdés, tudom, de meg mi lesz, ha nagy lesz? Hát én rendőrtiszt szeretnék lenni. De szép szakma. Hogy tudnánk erről lebeszélni, Benedek? Miért? Hát tiszt. A rendőrtiszt. Az főiskola. Rendőrtiszti remész a főiskolára? Egyetemre. Egyetem. Családi behatás? Van már valaki, aki kiárt ezt? Na, nincsen? Nincs. És nincs senki, aki megállítson? Hát remélem, nincs. Figyelj, de ez ilyen gyerekkori vágy, mert ezt az ember előbb-utóbb kinövi, hogy rendőr akar lenni, abból azt mondja, hogy stukker, meg hú, de jó, de hogy azért, de utána sokszor sokkal másfelé orientálódnak, hogy neked így mi, vagy miért a rendőri munka? Hát... Nem tudom, szerintem lehet, hogy a Kobra 11 fogott meg, vagy nem tudom, én már régóta. Ez nem ugyanaz, mint az élet. Ott egy rész kerül annyiba a Kobra 11-ből, mint az ORFK egész éves költségvetés. Gyerekek, csak egy mondat a Kobra 11-ről, hogy ők hogy forgatnak, hogy hol tart a német autógyártás, illetve nem is autógyártás, hát az is, de hogy a filmgyártás, építettek egy külön autópályát a Kobra 11-nek. Bizony. Külön autópályát építettek, és azokat a jeleneteket, amikor borulnak, üldöznek, felrobbannak autók, bocs Benedek, csak ezt elmondom, mert ez nagyon érdekes, ezt a filmstúdió és a sorozat számára külön megépített autópályán forgatják. 10 kilométer fölnyomtak. Fölépítettek egy autópályát, ahol ugye nem zavarják a forgalmat. Hol tartanak, nem? Ugye? Nagyon durva. Persze. Nagyon durva. Minden részben van legalább 15 kocsi, ami rommá törik. Ja, hát az benne van a költségvetésben. Tehát, hogy igen. Mások a léptékek ebből a szempontból is. Igen. Oké, Benedek, kivel szeretné játszani? Ferivel. Jó. Megnyugtató ez a dolog, menjen el Ferin a hét. Nagyon jó. Sokkal jobb, mint ha nekem rajtam menne. Tényleg aranyos vagy. De őszintén gondolom, hogy lekerült a nyomás. Ez nagyon jó. De ettől függetlenül próbáld meghozni. Ne add fel. Okay, csináld ki. Ellene megyek. Menj ellene, csináld ki. Mehetünk, Benedek? Mert. Jani? 3-2, agyin, Szocsi. Mi lesz az első órád, Benedek? Földrajz. Szereted? Abszolút. Imádod tényleg? Persze. De jó. Buktál már valamiből? Az állításod hamis. De ügyes vagy. Azt tudtad, hogy én viszont elhasaltam középiskolában? Hát most már igen. Oké, akkor meg is van. Oé! Fejlődésen kikerült!
valami? Most torokra! Aj, Berede! De sajnálom. Pedig a nevet olyan ügyesen kikerülted, igen. Aztán az igen már nem ment. Figyelj! Éjjá. Én Feri koporsójára konkrétan elkezdtem földet szórni, ez az állításod hamis, mondom, úristen, de jó játékos. Jézusom, én már végeztettem az árfákat. Igen, én ott viszont tudtam, hogy azzal meg lehet fogni, hogyha már nem a nemre kérdezünk rá, hanem az igenre. Mondom, vége, elment a hét. Kész, kicsinálták a Ferit. Kis hitű vagy. Igen. Benedek, hát hogy jött ez az igen? Hát csak úgy... Nehéz, nem tudom. 15 éves fejjel, így reggel. 15 éves vészet, ez a hang alapján itt nem tudom hova tenni. És te nagyon hamar bedobtad a tűcsit, aztán rendőrtisztként tudod majd, amikor majd nyomozónál nem lehet ilyen, hogy maga volt, nem ő volt, hagyjuk. Bizonyám. Jól van, Benedek, idd meg szépen a kis kakaódat, tedd meg a kis mézes kenyeredet, aztán nyomás a suliba. Így van. Te kis másod, ne buló. Nem válasz, hogy szemtelenkedünk a felnőttekkel? Köszi, Benedek, a játékot, ciao. Köszönöm szépen, köszi, hello, sziasztok. Hogy lehet ő 15 éves? Nem? Mutál. Most ez pont az, leengedte a hangját. Tele van hormonokkal. Na jó van, egy perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. A héten utoljára, holnap nem vagyunk se hétfőn, egy kicsit pihenünk, de lesznek jó pillanatok, vagy legjobb pillanatok, vagy nem is tudom mi lesz pontosan. Best of, ugye? Így hívjuk. Így az abszolút, legyen így az hívjuk. Legjobb. Legyen a legjobb pillanatokból. A greatest hits. Így van, szemezgetünk, úgyhogy nem maradtok morning show nélkül, leszünk holnap is, meg hétfőn is. Kedden pedig már szinte majdnem az egész táb jelentkezik. Nyíregyházán nem borult ki a tej, a látótávolság határtalan. Targonca mondták, találkozás a tilos. Ha az első ugrás nem sikerül, az ejtőernyőzés nem a testsportot. Na hát ez... Kár volt erre előni 30 forintot, de köszönjük szépen. M6-osan Pest felé az 57-es kilométer után mindenféle alkatrész szétszoródva teljes úton, lassan, mert veszélyes, ezt Ancsa küldte nekünk, nagyon szépen köszönjük. Ancsa, drága vagy, hogy írtál nekünk SMS-t. M7-es 141-es kilométernél készülnek fotózni jelen pillanatban a benzinkút után. Ausztria A2-es 86-os kilométer, Zoli. Ja, hogy ott hallgat valószínű, ez akkor nem közlekedés, igen, tehát ott hallgat minket, igen. Gyerekek, érdekes helyekről kapunk egyébként SMS-t. Bekapcsolom a klímát. Nem kapcsolom, Szerintem nem kapcsolod be. Szólunk a zsűnek, hogy hol hallgatnak bennünket, nagyon jó. Tehát van, aki sarki fény nézés közben egyébként, éppen egy mobil interneten keresztül sarki fény nézést fejezett be, és közben interneten hallgat minket. Ez, a helyszínen nézel sarki fényt ott a közelében. Hát és akkor egy picit irigyelünk. És igen, sarki fény. És azt mondta, hogy közben mi szólunk. Medencében ejtőzve, ausztrál napsütésben szintén szólunk. Hát egyébként szegény. Gyerekek, azért ez így nem rossz. Aztán fejőházban is szólunk. Egészen pontosan. Tejelnek a tehenek a hangunkra, írja egy hallgató. Burgerlandban egy szélerőmű tetején hallgatom a Klassz FM-t, hogy ezek a nagy ventilátoros baromi nagy gépek, hogy megy Bécsbe, az ember látja, szenzációsak, mindig megállunk bámulni, Benni is imádja, hogy milyen nagyok, nem? Igen. És még azt gondolkozom, hogy mennek fel a tetejére, mert nyilván nincs lift, tehát szépen egy csigalépcsőn, de bizony, melós. Megőrülnék, mire oda följutnék. Hogy mi lenne, akkor felkötöznének egy lapátra, és ott köröznök kellene. Ja, szoktatok erre gondolni, hogy mi? Erre valahogy nem. Egy óráig felkötöznek egy lapátra, hogy mit választanék, fejjel lefelé akarnék lógni, vagy nem. De teljesen mindegy, mert a fejjel lefelé vagy, akkor a következő félkörben már ugye felfelé. Tök mindegy, hogy kötnek. De viszont tök jó, mert mindig valahogy egy pozitív perspektíva. Mindig most jó. Gondoltam, mert arról beszélgetünk múltkor, hogy meddig bírná az ember szerinted, hogy fölkötnének egy ilyen szélerőműre, és elkezdenél tekerni. Ez itt szerintem szörnyű halál. Borzalmas. Vagy, hogy azért az bírod egy ideig. Tehát ugye lent vagy, fönt vagy, lent vagy, föl, elkezdesz elszédülni, elájulsz, de hogy azért a lapátra föltennének, nem túl szerencsés. A legtovább Farkas Bertalan bírná. Hát jó, az igen. Hiszen ők annak idején a Csillagvárosban ezt sokat ültek a centrifugában. Igen. És Svédország legészakibb részén hallgatlak titeket, éppen SMS-t írok, amúgy festéket keverek, írja egy hallgató, tehát Svédországban is újra ott vagyunk. És hát csak még így egy-kettő nyomozóként kihallgatás közben pont-pont-pont alá se írta, ott vagyunk egy kihallgató szobában, kihallgató helységben is. Úgyhogy sok helyen. Sok helyen. Tunéziába tartok, az utak járhatóak és balesetmentes, de itt is titeket hallgatlak, kamionos vagyok, így a Norbi. Hogy? Valahogy 3G-n, vagy interneten, vagy wifi-t tud csinálni, nem tudom, de valahogy ott is. Ott is szólunk. Van lifta.
Szélmalmokban. Van lift? Van lift. Mindegyikben külön lift van. Hogy a fenébe tesznek? De olyan vékonynak tűnik az a kis följáró rész, de beépítenek? Valószínű egyébként. Hát inkább pénzügyileg nagy kérdés azért mindegyikben liftet tenni. Ez nem olcsó móka. Nem. Na jól van. Oké, van egy Ákosunk is, akinek ma van a 16. születésnapja, autóban van, ő egy mozgássérült kisfiú, és hát vagy üzent az anyukája, vagy üzent az anyukája, de drága, hogy ő is minket hallgat, és éppen suliba megy. Boldog szülinapot, Áki! Boldog születésnapot, Ákos, így van. Isten éltessen sokáig. Na, mondtad, hogy akarsz valami félmondatot mondani a bérletről, ami nekem szűz terület, de mindig meghallgatom, hogy nektek BKV-sotoknak éppen kivel vagytok összetűzésben, mi történt? Az van, hogy én ugye minden esetőségre fel vagyok készülve, az nem biztos. Fordulhat elő, hogy nincsen nálam érvényes jegy vagy bérlet, vagy hogy például a bérlet szelvényembe nincsen beírva a bérletemnek a száma, a sorszáma, mert egyébként most már erre sincsenek tekintettel, hogyha nincsen beírva, akkor téged megbüntetnek, nincsen már az régi, nagyon kedves, nagyon szimpatikus, nagyon emberi és humánus gyakorlat, hogy azt mondják, hogy na, ha itt a helyszínen beírja, akkor nincs semmi gond. Hát nincs, ezért is megbüntetnek. De nem is ezt akartam mondani, hanem teljesen értetlenül állok egy dolog előtt, hogy a BKK vagy BKV megszüntet azt a gyakorlatot, hogy te be tudod mutatni a bérletedet, hogyha megbüntettek, és 2000 forint pótdíj esetében eltekintenek a 16 000 forintos bírságtól. Uh-huh. Ilyen már nincsen. De ez úgy működött, hogy én blicceltem. Igen. Elkaptak, és akkor igen. Azt mondták, hogy ha ma bemutatja még a bérletet, akkor csak 2000. Így van, ezer? Igen, így van. De bocsánat, akkor ez, miért baj ez, nem? Nem tudom, még várom a történetet, én még laikus autósként még ezt így csak tapogatózom. Mert akkor vettél egy bérletet, beszaladtál vele, bemutattad, adták 2000-et, és el volt felejtve a dolog. Ez mindenkinek jó volt. Tehát, hogy te ugye megúsztad a 16 000 forintos bírságot, a BKV vagy a BKK, az pedig üzembiztosan kapott egy bérletvásárlást, tehát meg neked meg kellett venned, ugye? Pontosan így van. Aha. Pontosan így van. Tehát a bérlet ára mellett még kaszált fix 2000 forintot is. És egyszerűen nem értem ezt. Mindenkinek egy nagyon-nagyon gyümölcsöző kis kapcsolat volt. És most mert mi most van? Mert ilyenkor ugye korábban nem futott a BKV a pénze után, aha. És neked meg volt érvényes bérleted arra a hónapra. Jó, és most az történik, hogy ha elkapnak, hiába veszem már egy bérletet, ki kell fizetni a 16 ezeret. Így van. Aha. Na de várjál, hát ha elkapnak, akkor miért egyértelmű, hogy azért kapnak el, mert én blicceltem? Hát mi más miatt? Hát miért? Tehát azért, nekem miért kell megvennem még egy bérletet? Mondjuk én veszek ma egy bérletet. Igen. Ma reggel 8 órakor. Igen. Hazamegyek, kipakolom a zsebem. Én délután 4 órakor újra elmegyek. Igen. És engem megbüntetnek, akkor nekem aznap már nincs lehetőségem bemutatni, hogy nekem van bérletem, ha nem, vagy meg kell vennem még egy bérletet, vagy megbüntetnek 16 000 forintra. Hát azért ne abból induljunk ki, hogy mindenki blitzel, abból induljunk ki, hogy mi van, valaki otthon hagyja. Félek, hogy nem ez a jellemző. Igen. De csak kérdezem, nem? Hát, de hát az is jogos azért, hogyha én mondjuk csak otthon hagyom a bérletemet. Nem? Igen. Csak kérdezem, én nem értek hozzá, ezt ti tudjátok, ti BKV-ztok. Én nekem van otthon bérletem, és én utána be akarok menni az Akácfóca, hogy mit tudom én hova. És én még aznap be akarom mutatni a gyerekek, én nekem van bérletem, csak otthon hagytam. Akkor már nem tudom bemutatni. De bemutathatod, csak neked azt is kell bizonyítanod, hogy ez a bérletvásárlás már előtte történt meg, a büntetés előtt. És ezt hogy tudom bizonyítani? Sehogy. Hát, hogyha például elteszed azt a kis számlát, amit kapsz a bérleted mellé. De kiteszel egy számlát a bérletről. Mindenkinek el kell tennie. Miért kéne eltenni? Hát nekünk külön helyiségünk van otthon, ahol a számlákat a... Minden bérletről a család összeszámláját nekem el kell tennem, azért, mert a BKV nem tudja követni, hogy most ezt mikor vettem. Hát ezt ne legyen meg nekik, és akkor én gyűjtöm a számlákat, és... Hát kénytelen vagy. Ez? Vagy kénytelen leszel. Tényleg életszerűtlen a dolog, de ez kell tennem. Mert a rajta van az időpont, 8 óra, 6 perc. Igen. Add már oda a bérletszelvényedet. Rajta van a bérletszelvényen, hogy én őrizzem meg a számlát. Tudom, hogy kettő van, teljesen mindegy. Aha. Hogy kérjük őrizze meg a számlát. Ha ez a mondat szerepel, akkor oké. Gyerekek, ezen nincs rajta, hogy a számlát meg kell őrizni. Nincs rajta. Tehát ha én ma először utazom BKV-n, és én egy laikus utas vagyok, és ha nem őrzöm meg a számlát, akkor engem megvágnak, mint a blitzelő lennék. Hát ez nem korrekt. Igen, de ugyanakkor... Nincs rajta, hogy nekem meg kell őriznem a számlát, mert azzal tudom bizonyítani a vásárlást. Ha nincs rajta, akkor az alapján utána miért kérnek tőlem számlát? Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy nem ez a jellemző, tehát értelek, egyébként megtörténhetne ez az eset, hogy igen? Te reggel megveszed, hazaviszed, otthon felejted, délután megbüntetnek. Szerintem nem ez a jellemző a sztoriban. De akkor is ilyen kicsit érthetetlen. Nem nagyon viszik magukkal egyébként ezeket a kis nyugtákat, hát elég megnézni a bérletvásárló helyeknek a
környezetét, igen, gyakorlatilag térdig gázolsz ezekben a kis számlákban. Most majd el fogják vinni, hogy kénytelenek lesznek majd, mert hogy egyébként nem fogják tőlük elfogadni ezt a bérletbemutatást. Mert egyébként direkt megnéztem, utána néztem a BKK-nak a honlapján az utazási feltételek megszegése menüpont alatt, ott van, hogy azt mondja, hogy amennyiben az utas olyan arcképes bérlettel rendelkezik, amelyik szelvény a pótdíjazás időpontjában érvényes, zárójelbe azt megelőzően vásárolt, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni. Nem tudta, hogy a pótdíjazástól számított 2002 munkanapon belül a társaság által kijelölt helyen a bérlet bemutatása, blablabla. Bla, bla. Na ez tehát, már nincs hogy akkor. Hogy jelzi, igen. Nyilván arra gondolnak ők, hogy elmaradjon az a gyakorlat, hogy ingyen járok, lehet, hogy nem kapnak el fél évig. Aha. Ha nem kapnak el fél évig, tök jó, fél évig lehúztam a BKV-t. Ha egyszer elkapnak, akkor viszont gyorsan bementem, megvettem a bérletet, és elkerültem a nagyobb pódiat, és befizettem, ugye, mint tudom, 2000 forintot. Fél évig ingyen jártam, 2000-ből megúztam a büntetést, megvettem a szelvényt, csókolom. Ez rendben van, én ezt így értem, csak gondolok azokra is, akik mondjuk azért, tehát nem minden BKV-val járó blitzelő. Tehát, hogy miért az én feladatom az, hogy most arra gondoljak, hogy én ne tűnjek ennek vagy annak. Miért nem követi ezt a BKV vagy a BKK, és tudja kiszűrni azokat, akik valóban blitzelnek, és tudja kiszűrni azt, nem tudom, egy csípleolvasóval, amit belerak a bérletbe, és megnézed, hogy minden bérletben van egy kis csíp, és oda teszed az akácutca, és megmondja, hogy uram, ön ezt három napja vette, ön nem blitzelő. Uram, ön ezt a büntetés után vette blitzelő. Azt kell csinálni a jövőben. Szerintem az egyetlen megoldás, hogy én is egyébként ezt fogom csinálni, három hogy a következő hónaptól kezdve szépen a bérletszelvény mögé oda fogom rakni azt a kis nyugtát, amit kapok. Jó, de neked ez egyrészt öröm lesz, kettő, nyilván nem mindenki annyira kényszeres, mint te. Nyilván nem mindenki teszi el a joghurtról és a számlát, mint te, mert sose lehet tudni, hogy mikor kell a vásárolt joghurt után a számlát. De hogy nem életszerű. Nem, igen, nem életszerű, az a bajom, nem akarok 16 rúgot befizetni. Azt tökéletesen értem. Mikor vásároltam. Csak a blitzelők miatt nekem mindig az a bajom, hogy ugye van, aki blitzel, és én nem akarom őket védeni. Tehát ha sokan blitzelnek, és ezzel kiszűrjük a blitzelőket, oké. De a blitzelők miatt kerül hátrányba valaki, aki egyébként a fizetésének egy nagyobb részét költi el BKV bérletre, és nem tudja kifizetni a 16 ezeret. Uram, bocsá, egyébként ő aznap hibázott. Érted? Tehát ne vegyünk mindenkit egy kalap alá azért, mert vannak a blitzelők, akik egyébként tényleg rohadékok, mert én fizetem azt, hogy ők ingyen BKV-znak, de vannak azok, akiket megterhel az a 12 ezer forint, hogy nekik meg kell venni egy bérletet, de mondjuk egy nő, aki átpakolja a táskáját. Igen. Mert egy nő minden nap átpakolja a táskáját. És akkor vegyen még egy bérletet, fizessen be 16-ot, mert a BKV nem tudja megnézni, hogy ezt most a bérletet mikor vették. Hát azért ezt gondoljátok bele, ez így nonsens, ha most jól értelmezem azt, amit te mondasz. Egyébként nem így van? Hát, de mondd, ha nem, kíváncsi vagyok, csak én arra gondolok, hogy nem mindenki csal, nyilván sokan. Szerintem a csalók miatt hozták a dolgot, de igazad van, áldozatul fog esni havonta szerintem 4 ilyen ember, akiknek ez nagyon jogtalan lesz, és biztos, hogy rosszul fogják magukat érezni. Hát azt lehet megcsinálni egyébként, hogy sorszámos a BKV bérlet, hogy esetleg abból valamit kikéred, hát, vagy most mi kikéred a kamerát, ami rögzített, hogy te de mikor... hogyha nem tudsz kamerát hívni. Vagy nem tudsz kamerát kérni, szerintem. Nem, ez legegyszerűbb, ez a számlás történet, hogy kapsz mellé a vásárlásnál egy számlát, és azon elviekben rajta van. Azért mondom, hogy elviekben, mert eddig én sem raktam el. Mutasd már egy bérletszámlát. Hány bérletszámlát van? Na, jó Istenben, na ezért kezdem, hogy mennyire hát, életszerű, hogy az... Hát ez nem életszerű. Hát ezt kérdezem én, hogy mennyire életszerű az, hogy az ember elrakja a saját bérletének számláját. Tegnap jutott el hozzám ez az információ, tehát, hogy ez számomra is teljesen úgy. Én leginkább egyébként... De mire? Én leginkább a BKV részéről nem értem ezt a döntést, mert hogy gyakorlatilag plusz jövedelemtől, meg fix bérletvásárlástól esnek el azáltal. De mennyi ideig tartan egyébként, kérdezem én, a szelvéne február 11, március 10, rányomni egy időpontot? Bár egy pecsét 16 óra 15. Átjuttatni egy ilyen postai, nem tudom mi, ami van a postában, ami befizeted a csekket, és ott van egy 16 óra 10. Ezeket ilyen kézi bélyegzővel nyomják rá, szerintem. Na, ez sem életszerű, tehát, hogy... Csak kérdezem, hogy legyen még rajta. Mindenki kap egy ilyen kis cuccot. Beállítom 15 óra 28 perc. Nem, megmondom, a postán digitális, amikor is. Ugye föladod a csekket, átfuttatja valamin, ott rányom egy időt neked. Tök digitális. Fogom a szelvényt, berakom, átmegy egy digitális valamin, és ott vagy 16 óra 15. Mikor jött a büntetése? 18 óra, akkor uram, önnek ez van. Mikor büntették meg? Tudod, mennyibe fájnak az új merga buszok? Én értem, csak... Persze, nyilván. Ez egy olyan infrastruktúrát követel meg, amit nem tudnak most kigazdálkodni. Mit tudsz csinálni? Tudsz fizetni bankkártyával, mert akkor megvan a fizetés, és akkor hülyén majd őrizgeted a BKV bérlet által megkapott banki kivonatodat, ha esetleg ott vagyod, de nyilván, ha blitzelőket akarják kiszúrni, azt értem, tehát az tök jogos, csak
nem tudom, ez már valahogy annyira jól működik más országokban. Van egy hallgatónk, halló! Halló! BKK vagy BKB? De háló! Halló! Szabadi László, jó napot kívánok! Jó napot! Ó, hát üdvözlöm Önöket! Jó reggelt! Bocsánat, egezelni szoktunk mindenkivel. Lehet akkor ilyen? Szervusztok, sziasztok! Ó, köszönjük szépen! Hello! A vezérigazgató helyettes BKK? Bizony. Egész pontosan. Minden. Elvigyázz, nem kell, a többi tűnhet. Ez, hogy neked a Somodi névből nem esett le rögtön, hogy ki jöhet. Azt a minden segít neki. Hát a Vitézi úrhoz vagyunk mi hozzászokva, vele nagyon jó a Nexus, de hát akkor egy újabb. Egy vonalat indítunk. Egy újabb vonal, egy újabb. Többen vagyunk, jelentem, igen. Nagyon helyes. Erőt, egészséget. Na, én csak laikusként érvelek nyilván, mert nem utazom BKV-val, itt a Jani a nagy BKV-s, hogy is van ez pontosan? Homályosíts már föl minket, tényleg, mert hogy ez nagyon zavarosnak tűnik így ez a sztori. Tehát miért kell eltennem a számlát? Ez érdekel a legjobban. Szerintem egy picit nem értettétek pontosan a dolgot. Ez úgy működik, hogy aki otthon felejtette a bérletét, az továbbra is bemutathatja. Igen. Tehát aki utazik, jön az ellenőr és eszébe kap, hogy húristen, otthon felejtettem, neki továbbra is megvan az a lehetőség, hogy 2000 forintért bemutathatja a bérletét. Uh-huh. Az a kiskapu szűnt meg, hogy valaki potyázott viccet, elkapták, majd utána egy órával vett egy bérletet, és azt próbálta meg előadni úgy, minthogyha neki már lett volna bérlet az utazás időtartama alatt. Hogy nézitek meg, hogy mikor vette a bérletét? Igen, tehát azt vettem egy hét alapban. Sorszám alapján rögzíti az informatikai rendszerünk. Tehát amikor a pénztáros eladja, akkor berögzíti, hogy az adott sorszámú bérletet mikor adta el, és az informatikai rendszerből visszakereshető. Aha, tehát ilyen minden esetben visszakeressük a gépből, és azt látjuk, hogy az utazás óra perce előtt volt eladva, akkor elfogadjuk, ha utána volt eladva, akkor nem. Ha, és én oda megyek bemutatni, nektek ott van egy ilyen gépetek, amivel ti leolvassátok, és az, hogy uram, jó volt a trükk, de ha ne butáskodjon, akkor legyen ez spódiatvásom, hogy uram, elnézést, így van, köszönjük szépen, akkor bemutatta minden. Na, ez nagyon jó. Tehát ezt például nem tudtuk, tehát akkor a sorszám és a vonalkód gyakorlatilag tartalmaz egy egyedi információt is, ami csak arra a bérletre vonatkozik. Jó, akkor ez a helyzet most már tiszta, de itt van a másik, amit a János mondott, hogy miért jó ez, hogy a nap, tehát a büntetés után aznap vásárolt bérleteket már nem fogadjátok el, hiszen ugye ha valakit megbüntetnek, akkor befizet nektek 2000 forintot, plusz vesz 9500 egy bérletet, vagy hogyha ugye ízét cégeset kérek, akkor 10500. Csoda biznisz. Hát ugye a normál eset az, hogy utas megveszi a bérletet, még mielőtt elkezd mondjuk egész hónapban munkába járni tömegközlekedéssel. Ugye azért sokan értek azzal a kiskapuval, hogy mondjuk olyan villamoson jártak, ahol nincs egyfolytában ellenőrzés, lehet, hogy 2-3 hetet ki tudtak bekkelni úgy, hogy nem jött ellenőr, és hát 2-3 hét azért, ha leosztjátok a bérletnek az árát, akkor lehet, hogy 5-6 ezer forintot nyert vele még úgy is, hogy a végén, harmadik hét végén elkapták, jó, befizett 2000-et, de megnyerte 2-3 hétnek az utazási árát, tehát én azt gondolom, hogy ez egy visszaélésre okot adó helyzet volt, ezért megpróbáltuk szelektálni azt, hogy aki valóban otthon felejtette, neki legyen méltányosság. Aha. De aki nem felejtette otthon, hanem visszaél egy ilyen kis kapuval, azt becsukjuk. Figyelj, aki egyébként otthon felejtett, az egy bizonyos helyre megy el, ahol van ez a mágikus gép, vagy ilyen gép minden BKV pénztárban van? Hát minden pénztárban rögzítik az eladást, de ez a bemutatás, ez most egy helyen lehet. Ez egy helyen lehet. Egy helyen lehet, de tervezzük azt, hogy több helyen is lehessen. Tehát ez nincs minden pénztárban ez a ellenőrzés, ezt be kell menni egy helyre. Uh-huh. Ma egy helyen van, de ezt fogjuk bővíteni az év folyamán, tehát több helyen is lesz, tehát nem fogjuk azt kérni a feledékeny utastól, hogy a város egy bizonyos pontjára menjen be, hanem a város több csomópontján is lesz lehetőség, hogy a valóban feledékeny utas bemutathassa a bérletét. Lassan apró lépésekben, de haladtok azért. Ez meg, így van, hát dolgozom. Kicsi apró lépésekben, ez jó, igen. Ez az egy hely továbbra is az Akácfa utca? Igen, az Akácfa. Ez a jó öreg híhet Akácfa utca. Mindig, igen, de ezen túl lehet majd máshova is menni ilyen esetben. Nagy csomópontokra, metróállomásokra, kiemelt ügyfélszolgálati pontokba. Ezek még építés alatt vannak, fogunk szólni nektek, utasoknak, amint ezek elkészülnek, és a lehetőség is megjelent. És a számnak, a bérletnek, a számának a ráírása a szelvényre, az ugye ennek a gyakorlata szigorodott. Tehát, hogy ezt jól tudtam, vagy jól tudom, hogy most már erre nem lesznek tekintettel az ellenőrök, és ebben az esetben is büntetnek, ugye? Ezt rá kell írni, igen. Ebben korábban is az volt a szabály, hogy nem érvényes az a bérlet, amire az igazolványszám nincs ráírva, de korábban picit elnézőbbek voltak az ellenőrök, ezt egy picit szigorítottuk. Sajnálatosan
nem a utasokat akarjuk nehezíteni az életüket, de voltak olyan visszaélések, amikor hamisítják a bérletet, levakarják róla a dátumot, visszaírják, nyilván ezt nehezíti, hogyha a szám rajta van. Ez mindenképpen egy biztonságot jelent mindenki számára, és itt is tervezzük azt a következő időszakban, amit ennek a feltételei meglesznek, hogy már a bérletpénztárban rá fogjuk vezetni a számot. Tehát nem mindenki tudja majd elfelejteni az utas, hanem a pénztáros maga rá fogja írni a számot. Azt miért nem lehet csinálni egyébként, ami például nagyon sok helyen nyugaton vagy, tök mindegy, hogy ki használja a bérletet. Van egy kredit, van nekem egy jegyem, azt használom, a kredit lemegy, újra feltöltöm. Nincs ez, hogy minden családban mindenkinek külön bérlet, egy bérlettel jár a család, ha egy helyen mennek, vesznek kettőt, ha külön mennek, akkor meg ugye használják a kreditet, majd újra feltöltik. Vannak azért itt egyszerűbb dolgok. Ez ilyenek nem gondolkozik a BKK, vagy nem akartok egy ilyen rendszert bevezetni? Dehogy nem. Amikor lesz elektronikus jegyrendszer, akkor az lehetőséget ad arra, hogy egy bankkártya méretű kártyával, mondjuk egy teljes áru bérletnél, vagy teljes áru felnőtt utasnál, nyilván diák kedvezménynél ez nincs így, de akkor bárki utazhat vele, és akkor egy ilyen napi utazási limittel, vagy egy meghatározott konstrukcióval szedi le az árát, és használhatja az egész család, akár egymást követően. A hagyományos bérleteknél, tehát ami most van, ez a papír alapú bérletnél, ez ugye névhez kötött. Van olyan verziója az éves bérletnek, ami arc nélküli, tehát ami nincs, ezt intézmények szokták vásárolni, de ez drágább. Tehát ugye, ami nincs névhez kötve, hanem többen utaznak, ott védelmezhetően egy hónap, egy hét, egy év alatt többet utaznak, és emiatt ennek drágább is az ára. Igen, de ez az elektronikus jegyrendszer, ez minket ugye már nem fog érinteni. Én is ezt akarom, hogy Laci szerint remélem, hogy mi még megérjük, vagy addigra már ingyen utazunk a BKV, vagy hogy lesz ez? Szerintem még lesz egy 20-30 évetek, még lesz, amíg egy 20-30 év. Hatos metró átadás. Figyelj, mi van ezekkel a hiper-szuper kapukkal, ahol most itt a Corvin közé, nem tudom, áll egy ember és engedi át a jegykezelőn az embereket. Az micsoda? Tehát, vagy az a lesz valami? Én úgy örültem, mikor azt beszereltétek, mondom, úristen gyerekek. Voltunk itt, megnéztük. London megérkezett, egy ugrásra vagyunk most már csak Londontól. De most már elavultak. Aztán most ez 10 hónapja ott áll egy ember és engedi át a turistákat, hogy az mikor lesz, hogy mi történik? Az a teszt azt mondja, hogy minden ilyen jegyrendszernek a legkritikusabb elemei ezek a kapuk, amiknek hát ugye sok százezer milliónyi nyitás átmenést kell kibírni. Ez egy műszaki teszt, hogy ezt a sok-sok művést. Szerintem augusztus óta megvagyunk. Biztosra mentek, de szerintem augusztus óta azért akkor nyitott egy párat. Hogy érzed? Igen. Mi is úgy látjuk, hogy működik, úgyhogy amint meglesz ennek a kiterjesztett változata, hát forrásunk van rá, de nyilván ez egy hosszabb munka, amíg ezt mind végig lehet vinni. És ennyi millió kapunyítás után lassan szervizelik el. Tehát, hogy most hát, 3 hónap szervizelés, ugye? Igen, belefér az is, de nem mindegy, hogy mikor és mennyit, úgyhogy ez úgy tűnik, hogy kiállta és működik. Na, az jó. Úgyhogy ez minden metró megállóban? Akkor lesz minden metró megállóban, így van. Esetleg néhány nagyobb hívállomáson. Hát ez egy komoly nyilván ráfordítás először, de aztán egy komoly bevétel, hiszen azon már senki nem jut át, csak az, aki blitzelt. Tehát onnantól kezdve viszont dőlni fog a lóvé. És hát reméljük, hogy azért csak az jut az, aki nem blitzel, és akkor ha dől a lóvé, az pedig nyilvánvalóan egy célszolgálat, hogy a szolgáltatásból visszaforgatást fejlesztük. Gyerekek, hát ilyen vezérigazgató helyettest kívánunk mindenhova. Hát köszönjük. Köszönjük szépen. Laci, hívjuk, ha bármi van, köszönjük szépen. Hívjatok, szép napot meg. Ciao, Somodi László, vezérigazgató helyettes BKK. Gyerekek, hát itt már nyilatkoznak a vezérigazgatók. Bizony, érzitek, milyen súlya van a műsornak? Hát a többiek kint vannak a terendőrző kapunál. Igen, a Vitézi Egyetemben őriz. De nem, tényleg, tehát eltűnt ez a... Kicsit azt érzem, hogy kezd megszűnni Magyarországon ez a jaj, nem nyilatkozhatok, navos vagyok, jaj, nem kaptam engedélyt, BKK-s vagyok, jaj, nem hív a Morning Show, úristen, kit kapcsoljak. Emlékeztek régen, hány ilyen telefon volt? Nincs még közös álláspont. Remegő hangú asszisztens, nem mert hova kapcsolni, tudod, ilyen régi rendszer, ahol senki nem mer felelősséget vállalni azért, hogy végre mondhasson 3 étképzláb mondatot egy rádióban nyilvánosság előtt, hogy megszűnt, bejelentkeznek, nyilatkoznak, hallgatják, azonnal becsörögnek, fogyasztóvédelem, NAV, BKK, elindult valami nagyon pozitív változás. Egyébként tényleg jó, nem remegő hangú szóvivőket kell neked 4 órán keresztül keresni, hanem itt vagyok, igen, vezérigazgató, és gyerekek, ez a helyzet. És elmondja. Igen. Nem? Ez tényleg nagyon jó. Hát figyelj, nyilatkozzunk már, ha értük vagyunk. Mondjuk ezt már olyan régen. De nem, ez egyébként nem, tényleg egy jó vonal. Szimpatikus. Igen. Egy kérdés viszont nem tettünk fel, és ez nem egy kedves hallgatónktól. De tényleg egyébként teljesen jogos a kérdés, hogyha annyira precíz a BKK, akkor miért kell pótdíja annak, akinek egyébként volt
érvényes, illetve van érvényes bérletet. Tehát, hogyha tényleg egyszerűen, de akkor ez már népnevelés? Igen, hogy tehát, forgyad. Hogy, hát figyelj, forgyad. Kicsi bünti legyen, azt szerintem aztán egyébként nem baj. Aztán hagyja otthon. Az, egy kicsi, igen, ott hagytad, az nem baj, nyilván megbüntetnek. Csak papírt kellett kitölteni, annak ára van. Ja, bocs. Az ellenőr munkaidét ki kell fizetni. Igen, az benne van, tehát az nem akkora dolog, igen. 8:30 pontosan 4 perccel Óven bácsival, Berulénivel játszunk, ha valaki érez magában erőt, jelentkezzen nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 van, pontosan hello mindenkinek, jó reggelt. Két napja csuklom. Mit csináljak, hogy elmúljon, kérdezi István. Hát ez egy jó kérdés, nem tudom. Szerintem ne csukd be a WC ajtót, amikor bent vagy. Ez, vagy miért, hogy valaki megijed? Miért örülsz neki, ha rád nyitnak? Érted? A csuklik? Hát igen, csuklik bent a WC, miközben a dolgát intézi, és egyszer csak kinyílik az ajtó, mert nem csukta be. Én abban a pillanatban általában nem szoktam magam komfortosan érkezni. Tehát, hogy ne zárja miért be. Ne csukd be. Az... Hogy így nyitva hagyod az ajtót is. Ne, lehet, jó, akkor ne zárd be. Hát most nem gyerekek jelent, hogy hülye vagyok. Mit? Hogy mert azon megijed. Igen, csuklik, megijed. Te nem szoktál megijedni, amikor rád nyitják az ajtót, mert elfelejtetted bezárni? Én sose zárom, mert csak becsukom az ajtót. Na jó, hát te vagy az egyetlen kivétel. Te bezárod a lakásba az ajtót. Mi? Bezárod a WC ajtót. Ha elmész egyszerre. Honnan tudod, hogy otthon van? Nem, te bezárjátok az ajtót. Otthon nem. Hát a munkahelyen hát mindig. Hát ja, WC ajtót. Igen, de az SMS-ben nem derült ki, hogy most otthon van. Ja, jó, figyeljetek, tehát ne csukd, hanem zárd. De jó, de... Ha nem otthon vagy, hanem a munkahelyeden. Ebben van ennyi? Jó, hát nem mindig jár egy rúgor az agyunk. Fogalmam sem volt, hogy miről beszélsz, de hogy akkor megijed. Igen. És akkor kinyitják az ajtót, fölüvölt, és abban marad a csuklás. Jó. Király vagy. Jó, hát csak és felvétel. Én vagyok a hülye, hogy beosztam ezt az SMS-t igazából. Minek? Igen, és ma még műsort veszek föl, gondold el. 21-es főjük 12-es kilométer sargóterén felé defektes kamion. Egy sáv járható. Béla papa az Évekos, Trafipax a külső Mester utcán a Linde felé. Az egy gázgyár. Ilyen orvosi gázok, meg ilyenek kint van a Váci úton. Tehát, hogyha arra felé mész. Hát sose szívtam még most. Ugye a fáját nagyon mérnem. Sokat kérdezel ma. Ma nagyon. Most az esti műsorra az agyat hány százalékát tartalékozott? A 80-at. Tehát 20-ban csak 20%-os vagyok, gyerekek. Mindenre visszakérdezek. Alibizek nagyon, hogy még életben legyek. Mennyit vesztek fel? Ma még csak 2. Ne te kérdez, ők kérdez. Ja. Mennyit vesztek fel, Balázs? 2. Holnap 4-et. Holnap után 3-at. Hát egy 8-at, 9-et feltolunk gyorsan. Na. Celebek lesznek? Csak azok lesznek. És családtagjaik, tehát tök jó, mert híveségek, de családtagok is. Csak celebek? Csak celeb és de a hogy párja, meg három ismeretlennel. Tehát, hogy celeb és három ismeretlen. Tehát, hogy nem csak híresség, ami tök jó, mert szeretek civilekkel játszani. Na, gyerekek, utána járunk 3 mondat erejéig, hogy mi újság Ukrajnában, mert egyre durvább dolgokat olvas az ember. És... Tegnap ugye most már azt mondták, hogy itt országos méretű tüntetések zajlanak, 20 halott, 26 halott, most már azt mondják, hogy tárgyalnak az ellenzékkel újra, most ugye felszólították a katonaságot, hogy mégse bántsák a tüntetőket, de most azért még tegnap megnéztem egy ilyen fotósorozatot, vagy képsorozatot, egy ilyen fotóriportot, hát elég kemény, hogy tőlünk nem tudom hány száz kilométerre itt a határ másik oldalán mi történik, nem? Molotov koktélozás. Igen. Koktélok, emberek halnak. Agyba kijavítanának, hogy a katonaság az nem részes ezeknek az atrocitásoknak, őket távol tartották. Igen, azt mondom, hogy ma szerdán este hoztak egy határozatot, igen, hogy a katonaság ne szóljon bele, igen. De nagyon durva képeket lehet látni, és számomra ez egyik legmegdöbbentőbb kép az volt tegnap, egy olyan fotó, amin egy a rendfenntartó erőkhöz tartozó, talán rohamrendőr, a kezében egy molotov koktéllal áll, és ő is molotov koktéllal dobálja a tüntetőket. Tehát, hogy borzasztó durva, kemény. Illetve az a látvány, amikor egy ilyen páncélozott jármű, egy ilyen gumikerekes, megindul a tüntetők fel, és abban a pillanatban ilyen 3-4-5 irányból kapja a molotov koktélokat, és abban a pillanatban elborítják a lángok. Hihetetlen durva. Ilyeneket tényleg az ember csak elég háborús filmekben látható. Igen, többenet, és ugye pár száz kilométerre tőlünk. Itt van Törő Csaba, a Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánunk, Csaba. Jó reggelt kívánok. Magázódást kért? Hát talán maradjunk igen a hagyományos formánál akkor. Akkor átállítom az agyamat, jó, próbáljunk magázódni. Csaba, mi a helyzet? Egy ilyen kis rövid helyzetjelentés, hogy azt olvas, hogy akár ma már lekapcsolhatják az internetet, hogy elvágják a telefon, tehát hogy effektíve ugye izolálni próbálják a tüntetőket, ez igaz lehet?
Hát nyilván minden eszközt mozgósít ugye a hatalom ahhoz, hogy próbálja ellehetetleníteni a működést, ugye a szervezet válaszadást, mert ugyanak ugye egyeztetni, egymással kapcsolatot tartani itt a különböző csoportok, mert ezek nem csak ottani helyi spontán akciók, nem látható, hogy azért tényleg elég jól megszervezték magukat itt a tüntetők, mindenfajta csoportjai, mindenfajta árnyalatai, és ugye az fontos lenne, hogy őket esetleg ki lehessen kapcsolni valamifajta tényleg egyeztetésből, tehát hogy ők magukra maradjanak, elzárják őket a külvilágtól, meg ne is tudjanak hírt adni, meg kommunikálni, ez is része nyilván a taktikának. Ez most már kiterjedt az egész országra egyébként, vagy ez még mindig csak Kijevben? Nem, az látható, hogy ugye Nyugat-Ukrajnában, különösen ott, ahol ugye azok a pártoknak van nagyon erős politikai háttere, amelyek ugye szemben állnak a jelenlegi kormányzati hatalom pártjaival, ugye azzal a politikai irányjal, most abban az ország részben, ott megindultak ott is mindenfajta ugye látványos akciók, meg valamifajta ugye olyan akciók, amik elfoglalnak közintézményeket, ilyen hatalmi központok, a részben szimbolikus, részben meg ténylegesen próbálják ugye akadályozni az államhatalom működését, ezzel is kifejezve ugye az elégedetlenséget, meg valamifajta távoli támogatást adni a Kijevben ellenállóknak. Mondjuk azt lehet látni a tegnapi kárpátaljai felvételekből, hogy ők azért nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek ezzel a szituációval. Tehát ezek nem olyan szervezett csoportok, mint amilyenek Kijevben harcolnak a kormányerőkkel. Igen, azt én nem nagyon látszik, hogy ezek alapvetően tényleg most alkalmi formációk, vagy valami szervezett tényleg keretben akciónak, inkább az látszik, hogy nyilván azért vannak ott is helyi politikai erők, az ottani politikai tényleg leágazásai az országos pártoknak, meg mindenfajta spontán ilyen civil formációk, szerveződések is, tehát különböző csoportok és keretek itt megjelennek, hogy ezek mennyire tényleg tudják összehangolni, akár helyileg, regionálisan, akár országosan a tevékenységüket, az nem nagyon látszik, hogy ez igazándiból most mennyiben helyi válaszadás, vagy mennyiben országos tényleg nyomásgyakorlás. Most azt is olvast, hogy ugye Janukovics leváltotta a vezérkari főnököt, igen, aki valószínűleg sosem egyezett volna bele abba, hogy a katonáit rendőri feladatokra a civil lakosság ellen használják, és pontosan ezért ugye hát ezért leváltották, hogy lehet, hogy már ez is a cél, hogy akkor az újat már erre is használják? Hát valószínűleg ugye nyilván, hogy egy ilyen válságos helyzetben, ilyen pillanatban leváltanak egy ilyen fontos pozíción, hogy egy a legmagasabb, hogy a katonai vezető poszton valakit, ugye az azért, erre azért kerülhetett sor, mert nyilván akit most kineveztek, abban jobban megbízik, és abban arra jobban számíthat, azt gondolja, hogy nem fog tétovázni és ellent mondani, tehát ennek nyilván van oka, van ez valóban a megerősítése annak a hátországnak, amire a kormányzat meg az elnök támaszkodik. Ha szükség van, akkor a hadsereget, ugye egy részét legalábbis, amit talán bele lehet keverni, vagy legalább fokozatosan bele lehet vonni, azt nyilván azoknak a segítségével lehet megtenni, akik politikailag elkötelezettebbek vagy megbízhatóbbak. Most kicsit úgy tűnik, mint az Unió, meg a másik oldalról, hogy Oroszország is így magára hagyta volna Ukrajnát. Tehát most ugye itt tulajdonképpen az Unió és az Oroszország közötti csatatéren zajlik most ez a dolog, de ennek mi lehet a végkimenetele? Akár egy országos háború is? Hát nagyon reméljük, hogy ilyen polgárháborús helyzet nem fog kialakulni, ugye itt azért egyik oldal sem hagyta magára, hanem más eszközökkel próbálnak, ugye, és másfajta befolyási képességgel rendelkeznek itt a felek. Oroszország nem hagyta magára, olyannyira nem, hogy hétfőn kezdte meg ugye ez újabb nagy egy nagyméretű tényleg segítség folyósítását Ukrajnának, amivel egyébként is már januárban ígérte, hogy átad újabb ugye egy szép nagy szeretet abból a 15 milliárdos hitelből, amit az ukránoknak ígértek, hogy majd államkötvényeket vásárolnak, és más módon fogják segíteni az ukrán kormány. Na most ennek egy jelentős éppen esedékes részét visszatartották hétfőn. Kezdte meg Oroszország ennek a folyósítását, egyrészt, hogy tovább is támogassa az ukrán kormányt meg, és másrészt valószínűleg azért, mert ugye a kormány megígért, hogy most már nem sokára tényleg rendet csinál, és ugye Oroszország számára is egyértelmű lesz, hogy továbbra is számíthat az ő támogatottjaira. Uh-huh. Az Európai Unió próbál ugye választ adni, és most ma reggel ugye három uniós külügyminiszter, a legnagyobbak és a legaktívabbak ezen a fronton, német, francia és lengyel külügyminiszteri trió megy ugye Ukrajnába, hogy beszéljen az elnök, és elmondják gondolom neki, hogy valóban most már majd ott, ahol talán leginkább érzékeny nekik, pénzügyi olyan intézkedéseket vezetnek be, ami őt és mondjuk az ő támogató körnek a saját bankügyleteit, meg pénzügyleteit fogja érinteni, tehát hogy valószínűleg próbálnak ilyen célzott nyomást. Értem, az alapvető konfliktus nyilván arról szól, hát ezt néhányan nem értik, ugye, hogy nyilván ugye azért Putyin, hát ott azért úgy szeretne befolyást szerezni Ukrajnába, míg hát ugye van neki, befolyása, de talán még többet, miközben ugye hát az ellenzék vagy a tüntetők meg hát nyilván egyfajta demokratikus átalakulást szeretnének, és inkább az unió felé húznak, nem? Tehát ez a tulajdonképpen a nagy vonalakban nyilván kevésbé cizelált. Ez volt a szikra, igen, mondhatnánk, hogy ez volt a szikra, ami elindította ugye ezeket a politikai tüntetéseket. Ekkor csordult túl a pohár, ugye novemberben, amikor kiderült, hogy egyértelműen ugye az ukrán elnök és csapata, az ukrán kormányzat ugye mindenképpen Oroszország mellett kötelezi a magát, és az ukrán
tényleg gazdasági, politikai kötődést és a jövő irányát Oroszországhoz kötte képzeli el. És ugye onnan elindult, utána sokkal nagyobb és kiterjedtebb méretű politikai tiltakozásra változott, tehát az volt az alapvető kérdés, de ma már ugye nem ez hajtja a szemben álló feleket, hanem inkább az, hogy úgy összességében a rendszer ellen fordult mindenfajta azzal elégedetlen csoport és árnyalat a politikai ellenzéki oldalon, tehát ugye onnan már abból rég kinőtt a kezdeti kérdésből. Tehát ugye már nem ez az alapvető kérdés, hogy EU vagy Oroszország, hanem most már az egész ukrán rendszer, úgy ahogy kinéz, Oroszország támogatásával, vagy anélkül az egész rendszer, ugye ez már nem elfogadható az ellenzéknek. Születhet-e normál megegyezés, vagy csak az lehet, amit ön mondott félig elrejtve a mondataiban, hogy a rendcsinálás lesz? Hát pillanatilag most ezt valószínűleg ugye belekezdett, és ezt végig akarja vinni. Valamilyen módon ugye akár úgy, hogy próbálja szétválasztani ugye az ellenzék egy részét, ugye azok, akiket még lehet egyáltalán politikai valami kompromisszummal ugye leválasztani azokról, akik már nem akarnak semmifajta megállapodást, mert nem is állnak ilyenfajta politikai irányítás alatt, hanem ott már van egy ilyen része, akit nem érdekelnek a politikai megegyezések itt a pártok között, hanem inkább már kitartanak, és nem hátrálnak, akármi is lesz. Mert sikerül megosztani, felmorzsolni a kemény magot, a megalkuvásra vagy megállapodásra kész résszel pedig valamilyen politikai egyességet kötni, akkor ezzel ugye föl lehet számolni ezt a politikai padhelyzetet, és le fogja törni, ugye végig akar menni az úton, mert bizonyítani kell odahaza is, meg külföld felé is, hogy a helyzetet képes stabilizálni, még akár nem brutálisan is. Igen. Na jó, Csaba, nagyon szépen köszönjük, hát reméljük, köszönöm, hogy nem hallok meg többen. Köszönöm a megtisztelő érdeklődést, nagyon bízunk benne, hogy nem lesz több áldozat, így van. Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Viszont hallásra, minden jót, köszönöm szépen. Jó munkát, viszont hallásra. Tehát rendcsinálás lesz. Remény gyerekek, igen, azért aki netezik, vagy látott fényképeket a vérző emberekről, meg hogy ott pakolják el a halottakat, ez nagyon... Nagyon durva, ugye? Fura, mert hogy ez valahol Afrikában vagy Dél-Amerikában történik, az ember kicsit úgy reagál, hogy hát igen, megszokott szinte, meg nincs test közelben, nem? Mintha az úgy okot adna a közömbösségre, pedig nyilván nem. De hogy ez itt történik a szomszédságban, egyből valahogy így ilyen belátható közelségbe kerül az egész, nem? Az erőszak, a halál, hogy emberek halnak meg az utcán, hogy embereket vernek, bántanak, nem? Hát ráadásul ugye... Mindezt azért most már nagyon-nagyon közel. Szóval... Kárpátalja révén ugye hát a magyar nemzetiségek is érintve vannak ebben az ügyben, arról nem beszélve, hogy lassan úgy tűnik, hogy átterjednek ezek az indulatok, vagy ez a példa átterjed a délszláv államokra is, mert ott is vannak azért problémák. Kemény. És hát abban egyébként meg mindenki, szóval egyre többen egyeznek meg, hogy Janukovics nem fogja tudni konzerválni most már a hatalmát, hiszen 26 vagy nagy Isten még több halottal a háta mögött. Nem lesz semmiféle egészséges konszenzus. Igen. Őben mindenképpen bukik. Na jól van. Igen. Jó, játszunk Óven bácsival és Berunénivel. Már is itt van a játékosunk. Óven bácsi és Berunén. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggelt. Tegeződhetünk? András vagyok, sziasztok! András, tegeződhetünk? Természetes. András, hello, honnan hívsz minket? Hát most már beértem Győrben, munkába tartok. Munkába? Mi a munka? Mit csinálsz? Minőségbiztosítási vezető vagyok. Hoppá! Az, mindig jól jön. Mindig én az akartam lenni, csak nem volt elég türelmem hozzá tanulni. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyeljem. Gyerekek, szabályos jeggyel, BKV bérlettel utaznak a metró. Vagy alig várja, hogy beérkezzen a metró, hogy tovább menekülhessen. egy BKV, igen, jegyellenőr kontra Óven bácsi üldözés zajlik a Calvin téren, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, András. Figyelek. Ó, hát ez kicsit tovább dudolod, akkor már meg is van. Lehetne még egyszer? Persze, mutatjuk. Na? Nincs meg? Nincs. Tényleg? A sapkát légy szíves, vegyél ki a csomagból. Kivettük, jó búcsúzeltől egy szép kis Klassz FM-es téli sapka. Jó, igen, lassan már úgy sincs szezonja egyébként, de még azért az még jó lett volna. Mutatunk hosszabb részletet, figyeljünk, kivettük a sapkát. Na, hát ez innentől már... Egyre messzebb lemúlva. A wonderful night. No, no, wonderful world. Valami jó az. Louis Armstrong. I
A Derek Louis Armstrong. Igen. Egyet hallottál, az összeset hallottad. Akinek valami nagyon komoly pajzsmirigy problémája volt, mert szintesen gyűlöltek a szemei. Valamikor nekem is ilyen. Na, jó van, András, figyelj, a sapka nincs meg, a többi viszont igen, apró kis szépségek, Morning Show-s, Class FM-es ajándékcsomagban landolnak hozzá. Köszönöm szépen. Jó? Vagy nálad a jövő héten valamikor. Köszi, jó, játékot. Köszönöm szépen. Sziasztok. Jó munkát. Ciao, hello, hello. Szia. 31-es úton a 129-es, vagy a 122-es kilométernél Tenk és Dormánt között Trafi Ezüst Oktáviából. Tegnap is ott voltak, ma is ott vannak, úgyhogy arrafelé mindenki figyeljen. Csütörtök van, az elmentes övezettel jövünk a hírek után. 8 óra 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vajon csuklik még? Hát nem tudom. Ugye? Igen. Laci megírta nekünk, hogy, hogy csuklások nagy bajlódik már nagy napok óta, és a hallgatóink gyakorlatilag egy emberként álltak össze, és mindenki segíteni akar, SMS formájában. Összezárt mindenki. Összezárt. Melyik volt a legjobb ötlet eddig? Csak egyet villancs meg? Azt mondja, hogy hát az első, ami jött, ez nem túl szívderítő, mert hogy elviekben hashártya gyulladás jele is lehet. Írja nekünk. Igen, de a tüsszentsen, a köhögjön, a citromlevet igyon. Igyon citromlevet, fújjon lufit, itt minden volt, gyerekek. Itt minden volt. Valamelyiket válassza ki. Köhögni kell sokszor egymás után. Hát a segít, igen. Egy pici borsot kell beszippantani, ami előidézi a tüsszentést, ami ingerli a reggeszizmokat. Aha, ennél az a jobb, ha benneteket hallgatnak. Egyszerre kell befogni az orrod a két füled, és közben pár korty vizet inni azonnal, ha írja valaki, nyilván teljesen reális ez is, igen. Na jó, nézzük az SMS-eket, ami közlekedéssel kapcsolatban jöttek. M6-os autópálya 25-ös kilométer tele gumidarabokkal, Papa Maci küldte nekünk, Budafoki út befelé lépésben halad. Ezt Leslie üzeni, a vezérút 73 előtt egy trolibusz ütközött egy terepjáróval, egy sávot elfoglalnak a sérült járművek. Küldte nekünk Perec, és a 21-es főút 46-os kilométerénél Salgótarján felé személyautó versus teherautó, rendőri forgalom irányítás, Béla papa az Ivekós küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valaki annyira komolyan vette a BKV-s beszélgetést, hogy a kocsiban is lyukasztott, nagyon fontos SMS. Na, nagyon jó, rendes gyermekek vagytok, így kell, becsületesen kell közlekedni. És ez így van, ez a járható, higgyétek el. Így van. 44. István, csuklásra pálinkába beáztatott kenyeret kell lenni az alattársasági. Bocsánat. A segít, igen? Az mindenre jó. A 44-esen a hídnál egy román kamion kereke ott van. Csak úgy. Úgyhogy mindenki figyeljen. Van rendszám a keréken, vagy honnan tudja, hogy román kamion kereke? Vagy előtte, ugye? Jó kérdés. Honnan ér egy román kamion? Hát kié másé, biztos megint a román kamion. Medve vigyáz rá. Igen. Na, csütörtök van, ez azt jelenti, hogy az elmentes övezettel folytatjuk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztok, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Oké, okay, gyerekek, nincs pánik, itt vagyok, segítek. Ez a dolgom, jövök, érkezem, mondom. Na, jó, oké, okay, nincs pánik, itt Bali itt van, mondja, segít. Jó, bárki nyugi. Rakta össze ezt a szignált, annak az embernek a számát szerezzék. Meg nem, a az összerakta. A aki... pártok, mert ezzel meg lehet nyerni. Ott ül. Aki megírta. A szövegét tudom, nagyjából ő írta. Igen, na, nekem az kell, aki megírta, mert összerakni, az már jó iparos munka, de az alapanyag. Oké, okay, gyerekek, itt vagyok, segítek, jó? Nyugi, dőjetek hátra, mondom, mi a frankó. A kampányfőnök, Viki. Itt van velünk Gábor. Gábor, jó reggelt! Hello! Szerusztok, jó reggelt! Hello! Ami mindent tudunk, aki elmondja, hogy mit igen és mit nem. Janinak hozott egy 400 oldalas kis könyvet. Nagyon szépen köszönöm. Icipici olvasnivaló. Nagyon jó, elég lesz az elkövetkezendő 30 évemre. Na, de hogy akkor két mondatban tényleg, hogy kulturálódjunk is picit. Kína tanulmány, ez a könyv címe. Ez egy érdekes kutatás, ugye? És nagyon reprezentatív, azt mondtad. Így van. Elképesztő mennyiségű emberen végzett kísérlet, illetve nem is kísérlet, hanem megfigyelés. A lényeg az egésznek az, hogy az állati eredetű termékek, főként a tehén tej, és a tehén tej kazein,
az bizonyos határ fölött betegségre hajlamosít. A Kína tanulmány a rákbetegségek és az étkezés kapcsolatával összefüggésével foglalkozik. És egyértelmű, hogy mit igen, mit nem, sok-sok ember bevonásával készült. Igen, azért ilyen vastag a könyv, mert rettenetesen részletes. Időnként már-már unalmasnak tűnik, de mindig fölvillanyoz egy-egy információ belőle. Tehát lényegében a rákbetegségek és az állati termékek, főleg mondom a tej, a tojás hús kérdés kisebb mértékben, de érdekes, hogy most nem a tejtámadás miatt mondom, de ugye ez a kutatás az erre. Az érdekessége az, hogy a kutatás nem is célzottan azért kezdték, hogy ezt leírják, hanem más volt a cél, de végül erre jutottak. Hát egy hitelesnek tűnik az. Igen, még izgalmas ilyet olvasni, az emberek is mindig szorongani kezd, hogy úristen, mit teszel, mit iszol, mit adsz a gyereknek, de hát közben azért ezeket jó tudni, de a statisztikai számok, bizonyosságok mellett meg egész egyszerűen nem lehet elmenni, hiszen cukorbetegség évente 3%-kal nő a lakosságnál, a rákos megbetegedések folyamatosan nőnek, nyilván ennek a táplálkozásban kell keresni az okát. Tehát ezért mondom mindenkinek azt, hogy jól válogassátok meg, hogy mit olvastok, ne szorongjatok feleségül. Én meg azt mondom, hogy tessék elolvasni, és tessék belőle tanulni, hogy az ember meg tudja választani, hogy mit eszik, vagy mit nem. Na, együtt töltöttük mi az időnket a hétvégét, ugye? Igen. Jó, nagy buli volt? Gyerek. Óriási parti art. Mi a Gábor? Elmentünk négyen. Egy szakmai rendezvény volt. Négyen vagy öten nekivágtunk a Nürnbergi Biofaknak. Akarok neked fotókat mutatni, mert lefotóztam azt az állványt, ahol Hitler egyébként a Hitlerjugendeknek beszélt. És tudom, hogy te szereted a történelmet, ahol a birodalmi saskin volt Nürnbergben. Hiszen gyógyult neonáciként még mindig érdekel a fél. Nem, de csináltam meg, ahol a Nürnbergi pert lefolytatták a börtön. Az Kölnben van, nem? Nem a kölni dombra gondolsz? Hát miért nem Kölnben voltak? Én Nürnbergben voltam. Ja, Nürnbergről beszéltél. Repkedtem, mint egy kis kolibri. Voltam Kölnben, még Zürichben is voltunk, tehát megjártunk. Az vagány. Na mindegy. Na jó, van, majd mutasd a fotókat. A Biofakon voltunk, ugye ez az Európa egyik legnagyobb biovására. És hát szájtátva, kéz a kézben. Bali, mint... Gabi, két jó barémi. Szájtátva, kéz a kézben, mint két vadmalat az erdő mélyén egymáshoz bújva néztük, hogy úristen, hol tartanak. Hát ez neked is szakmailag azért hatalmas élmény volt. Én kíváncsiságból mentem. De döbbenet egyébként, ugye? Igen, amit ott láttunk. Egy kis biokávét megittatok, lényegében érdemes volt körbejárni, fantasztikus volt. Számomra is sok újdonság volt. Ugye korábban beszéltünk a gumicukrokról, és el kell mondjam, hogy egy kicsit rehabilitáltam a gumicukrokat, mert bio gyümölcsléből is, agar-agarral, tehát nem zselatinnal, hanem bizonyos egészséges drogokkal készülnek nagyon finom ízű. Mit mondtam a múltkor, bocsánat? Hogy van biogumi. Hogy van biogumi. Gyerekek, képzeljétek el, hogy az ukrán stand brutális aránkver, a román stand olyan bioélelmiszerek, olyan lekvárok, olyan mézek, egész egyszerűen hihetetlen. A magyar stand, hát én nem tudom, hogy ennek mi az oka, vagy hogy ezt kifinanszírozza, vagy nem finanszírozza. Megmondom neked, ízesített köles golyókkal vonultunk nagyon föl. Nagyon jó az. Jó az egyébként. Na, de gondoljatok bele, hogy ott van egy biofak, ahol meg lehetne mutatni a borainkat, ahol meg lehetne mutatni az asszút, ahol meg lehetne mutatni a mangalicát, ahol ki lehetne vonulni, fel lehetne mutatni, ahol beszállítókkal lehetne, ott mindenki megy, névjegykártya rendelnek, ország-ország között átmegy, 600 pavilon, 10.000 négyzetméter országok, hihetetlen standokkal, olaszok, mindenki. Megérkeztünk, mondom Gábornak, akikkel voltunk, Henriknek, mondom, nézzük már meg a magyar részleget, hogy mégis mivel vonult föl Magyarország. Hát minden tiszteletem az ott dolgozóké, hogy végigállták ezt a 4 napot, gyerekek, köles golyó. Köles golyóval voltunk itt. Értitek? Aha. Közben ilyen országban, ilyen adottságaink vannak, ilyen hagyományaink vannak. Volt más köles golyóval? Nem. Értek, a piaci rizst találtuk de Gábor, nem így van, hogy álltunk, és mellettünk az ukrán stand hihetetlen. A románok, akiket sokszor mennyire, hogy lenézzük meg románoknak, olyan készítményekkel, olyan biocuccokkal felvonulva, gyönyörű standal, gyönyörű termékekkel, olyan szinten mennek el mellettünk ebben is, hogy az valami elképesztő. Nem, mi már annyira elképesztő. Elő vagyunk, hogy nincs erre szükség. A magyar biotermékeket már szétkapkodják. Láttunk és gondolkoztunk, hogy mennyi mindent lehetne azért megmutatni. Hát ha csak 3 olasz termelő odajön, és azt mondja, hogy megveszek, nem tudom, 50.000 karton aszút, vagy mangali, vagy bármit, mondom vagy hírünket neked, hogy mi viszik, van, abban a pillanatban nagy baj van, mert nincs annyi. Értem, persze, nyilván a kínai termés nem tudjuk ebből ellátni, kérek, de hogy úgy volt egyfajta hiányérzetünk, nem Gábor? Igen, el vagyunk maradva, elhagytak bennünket. Nem, döbbenetesen. Na mi volt a legizgalmasabb termék még, Gábor, amire így fölkaptad a fejed, és azt mondtad, hogy na ezek. Először is voltak a biotejtermékek, ezek ilyen kézműves jellegű joghurtok, kefirek, aludtejek, tehát igazi régi ízeket idéztek,
És ugye ez ténylegesen bió, mielőtt még a kedves hallgatók írnák, hogy hát persze biztos, hogy nem bió. Ugye a német biominősítés azért az egy egyedi dolog. Nagyon komoly, ugye van a Demeter minősítés, és elképesztő a minőségi követelmények, a szertifikátok, amiket ott kitesznek. Tehát ez nem olyan kis kocabió, mint amit időnként az emberek találnak, hanem ténylegesen. Ténylegesen. Ami még volt, azok a gyümölcskészítmények. Tehát olyan lekvárok, és nem ám ilyen 35% gyümölcstartalommal, hanem 100%-os gyümölcstartalommal. Volt olyan befőtt, szinte csak olyan befőtt volt, ami nem ilyen cukros szirupban van, hanem a saját levében, saját biolevében van. Mondjuk ananász kockákat, képzeljétek el bioananász kockákat, bioananász lében eltéve. Tehát nem bonyolult technológia, de nem cukros lében van, hanem a saját levében van eltéve. Döbbenet, kicsi apró újdonság, de tudod, mindenhol látunk, és mindenhol ott a termelő, és adja a névjegykártát, és le tudod vele dílni, és ha be akarod hozni, be tudod hozni, tudsz vele tárni, ott ülnek, nyitottak. Annyira jó hangulata volt, szenzációs volt. A híres német ananász ültetvényekről akarok kérdezni, hogy azt tudjuk, hogy honnan származik a német bioananász cuccba az ananász, ezt végig tudod követni? Tehát te nem kekeckedés, csak vásárló vagyok. Oda megyek a pulthoz Németországban, ahol tudom, hogy nagyon szigorú közel, ott az ananász. És oda van írva, igen, hogy ez egy biofarmról származik. Tényleg szépen, Feri, nem csak oda van írva, hanem le van fotózva, tehát tele van a kiállító pavilon fotókkal. Aha. A termelésről. A termelési hely fotója, aki van téve a hatalmas színes fotókkal, oda van téve a szertifikát, tehát pontosan lekövethető papíron is, és fotókkal is, hogy mi történik, akkor hozza a prospektust, a katalógust, bármilyen kérdés válaszolnak. Elmondják, hogy hogy termesztik. Aha. A termesztőnek akár meg is adják az elérhetőségét. Tehát itt nincs mellébeszélés. Bármit lehet kérdezni. Uh-huh. Nem tagadja le. És fotókkal igazolja van, ahol videó van. Tehát egyszerűen monitoron lehet követni, hogy mi történik. Elképesztő. Tehát az, ami most itt Magyarországon van, az egy gyenge utánzat. Szerintem ahhoz képest, ami külföldön van. Remélem előbb-utóbb azért, hogy Ausztrián, vagy nem tudom, Csehországon, Szlovákián keresztül. Elindult azért itt is, szóval a kézműves dolgok már ott vannak a boltokban, igen, azért mindenféle joghurtok, sajtok, tehát azért van egy nagyon nagy feltámadás. Uh-huh. És a csokoládé. A csokoládék, a kézműves dolgok, joghurtok, túróruduk, mit tudom. Tehát azért pár éve azért itt is volt egy ilyen nagy gasztroforradalom, de tényleg nem kell messzire menni, a románok fényevekkel előre vannak. Tehát hihetetlen. És berendezések, gépek is az voltak. Is. Megmutatják ott élőben szinte, hogy hogyan készül asszalógép, ami csak biominősítési terméket dolgoz fel, sűrítőgépek. Tehát ott házilag három kis gépet mondjuk ott beszerzel, és azért az árak sem olyan rettentesen magasak, akkor ott házilag mondjuk egy kis üzemben otthon tudsz biominősítésű levet készíteni, uh-huh, egy pár óra alatt. Hogyha van biogyümölcsöd. Így van. Egy kicsit csak erre, ha már így biózunk, a magyar bióról, arról lehet téged kérdezni? Tehát, hogy tudunk-e Magyarországon ma olyan területet, mert ugye ennek van egy előírás, hogy 30 vagy 25 évig ott semmiféle vegyszert nem lehetett használni, nem lehet köves úthoz. Mit tudom én, milyen közel, hogy például Magyarországon tudunk olyat, ami így rá, te mondjuk így rápecsételsz, hogy ez aztán tuti bió, amire te esküszöl? Én szerintem igen, elég kicsi a terület. Tehát van ilyen terület, de nem túl nagy. Aha, Magyarországon is, ugye, ha szabad így mondani, harmonizálva az EU-val, ugye a Biocontrol Hungária Kft. Tehát azért van egy minősítési rendszer, hiába hiszik azt az emberek időnként, hogy ez csak egy humbug, meg nem tudom én, ez nem valós. Aki megkapja ezt a bizonyos EU logót, amit talán biztos láthatok, ez a zöld színű zászlószerű csillagos valami, az EU logót, azok a termékek, azok nagyon komoly minősítésen mennek át. Uh-huh. Engem is minősítenek, tehát az én saját úgymond fejlesztéseinket, ezek is biominősítésűek, és kijönnek, megnézik a raktárat, ellenőrzik, rengeteg papírmunka van, mindent igazolni kell. Nagyon komolyan veszik Magyarországon is. Az a lényeg, hogyha valamit biónak neveznek, de nincs rajta mondjuk ez a bizonyos logó, ott van gond. Aha, jó, tehát keressük a logót. És igen, meg hát sokban ott van gond, hogy nem tudja még, hogy mi a bió és a reform, és azt mondja, hogy a reformot teszi, az milyen jó a reform étkezés, meg ugyanaz a szennyezett répa kerül bele. De jobb azért, nem? De nincs ellenőrzés, tehát a biónál van egyfajta kontrollrendszer, a reformnál nincs, nem jobb a reform. A reformkonyára azt mondta, hogy akkor a reform szerint eszel, de megveszed azt a sárgalépát, eszed azt mindenféle ellenőrzési rendszer nélkül. Tehát nem biztos, hogy jó, mert ott nincs kontrollrendszer. A jellegét tekintve más ételeket eszik. Mert úgy vagyok ezzel mindig, amikor azt mondják, hogy bio, meg azt mondják, hogy reform. Tehát, hogy először ahhoz, hogy nálunk is mondjuk akkor a keletje legyen ezeknek az élelmiszereknek, mint mondjuk, ahogy most itt tapasztaltátok mondjuk Kölnben, vagy tőlünk nyugatabbra fekvő országban, ahhoz kell egy szemléletváltás. És ez a szemléletváltás szerintem fokozatosan kell, hogy bekövetkezzen, nem pedig úgy, hogy egyik nap még, hogy hívják, nyomom a sülcsülköt
a piacon, ami egyébként tényleg teljesen jó, másnap meg már csak biotermékeket, meg magvakat teszek. Ez egy szép, lassú, fokozatos folyamat. De ez kell, ilyen a bióra mindenkinek sem se jut eszébe, hogy magvak, meg napfényel táplálkozás, pedig közben egyébként alapjában nem ezt jelenti. Tehát, hogy amennyit elköltesz gyógyszerekre, meg amennyit elköltesz, azt a 10%-kal drágábbat, mert tulajdonképpen sokszor tényleg csak annyival drágább, nem most a biobanára gondolok 3000-ért, te azt mondjuk rászánnád a 10%-kal drágábbat, viszont megsporolnál egy csomó mindent a preventív részről, hogy nem lennél beteg, nem kéne annyi mindent gyógyszerre költened, akkor azért az visszajön ám. Sőt, hát igazából itt el lehetne kezdeni egy olyan kezdeményezés, hogy állami szinten legyen a bio, mondjuk megtámogat és vigyék le a bioélelmiszerek áfáját. Miért jó az államnak? Mert tulajdonképpen preventív részről viszont sokkal kevesebbet kell majd egy idő után elköltenie, mondjuk a TB-re. Nem támogatod a biót, de a TB-re kevesebbet költesz, és több egészséges ember lesz. Igen. Jó, gyorsan egy-két levél, ami jött, aztán belevágunk a témába a hírek után, mert a gyorsétteremről, meg az újra épített húsokról akarunk pár mondatot, illetve pontosabban Gábor mondani. Ugye nagyon nagy port kavart, amikor beszéltünk egy bizonyos vegyületről, amit a citromokra, a grapefruitokra, meg a narancsokra nyomnak rá, és nagyon sok kérdés érkezett hozzád. Ugye itt van egy bizonyos vegyület, ez az ófenilfenol nevezetű vegyület, erről beszéltünk, a múltkor ráteszik a citromra, viasszal viszik be, ez egy penészülő, gombaülő szer, eszed a citromot, adod a gyereknek, közben ott van a héján, mindenki itt a limonádét, remélhetőleg mindez idáig. Kérdezi valaki, hogyha naponta facsarok magamnak narancsot, citromot és grapefruitot esetenként, bekerülhet-e a lébe az általad említett anyag, amikor csurog a kezemben például narancslé, meg szoktam mosni a gyümölcsöket, az kevés, mit lehet tenni? Kérdezi Tomi levélben. Forró vizes kefés mosás. Csak az. Igen. Tehát ez a fölszelem a narancsot, bedobom a limonádéba, ez akkor innentől kezdve ne nagyon. Nem nagyon, és úgy facsarjuk lehetőleg, hogy ne folyjon a kezünkön. Tehát ennek van egy technikája. Uh-huh. Citromhéj reszelve például, aki ezt veszi, az van, ugye ilyen fűszerekben? Van, persze. Van, lehet citromhéjén szállítottat. Bevizsgáltak, de ezek bevizsgált termékek, alkalmasak lehetnek, a hatóság erre figyel. Tehát, hogy ez igen, ez... a fenilfenolra figyel. Igen. Ezt tudja a hatóság is, ezt figyeli? Hogyne, ennek ez száma van ennek a vegyületnek, tehát erre figyelnek és tudják, hogy hát baj is lenne, hogyha tele volna fenilfenollal egy citromhéj, azt a citromhéj, tehát figyelnek és vizsgálják. Igen. Jó, ezeket a leveleket te megválaszolod, de nagyon sok homeopátiával kapcsolatos kérdés, meg táplálkozással kapcsolatos kérdés. És van, aki a zarkását kipróbálta, és ízlik neki, csak jelzem. Hoppá! Nagyon finom azt hoppá, írtam. Hoppá, nagyon finom. Soha nem evett még. A gyermek is úgy falja, mint a nokedli takacsa. Oké. Okay. Na, tartunk egy rövid szünetet, hírezünk, utána pedig beszélünk az újra épített húsokról. Ugye gyorsétterem kapcsán mindig kitör egy-egy balhé. Most ugye volt szintén, amikor megbüntették őket, mert újra épített húsokat tettek a hamburgerbe. Így ugye? Van, így van, így van. Újra felépítik a húsokat. Érdemes erről most beszélni? Beszélünk ugye a hírek után, hogy jó, mit jelent az újraépített hús, és ha az ember gyorsétteremben eszik, akkor sokszor jó, ha tudja, hogy mit eszik, mik azok az újraépített húsok. Ezzel folytatjuk a hírek után, pontosan 8:30 van. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, elmentes övezetben vagyunk. És ugye mielőtt átbeszélünk a gyorséttermeket, illetve hogy mik azok az újraépített húsok, és mivel volt most balhé az egyik gyorsétteremnek, ígértünk egy-két alternatívát, ugye mindig mi picit itt riogatunk mindenkit, illetve hát pontosabban nyilván Gábor nem riogatási szándékkal, hogy mit ne, meg miért ne, és még talán 2-3 héttel ezelőtt mondtuk, hogy hozunk egy-két alternatívát, pontosabban Gábor, hogy viszont mi az, ami jó, ami ugye megköti a szabadgyököket, amit ehet a gyerek, ehet a felnőtt, és mondjuk ugye itt a rák és a táplálkozás összefüggésében beszéltünk két napja a Rákvilág napján, ugye, hogy mik a legrosszabbak, akkor csak egy-kettőt soroljunk fel, amit ha jó, ha eszik a felnőtt, jó, ha eszik a gyerek, preventív jelleggel akár jót is tesz magának. Na, halljuk, hogy a holnap hozzá, oda jön majd a Virág, a lányom, és azt mondja, hogy apa, úgy megkötnél a szabadgyököket, mit javasol? Azt mondta, hogy kislányom, nagyon okosan mondod, meg kell kötni a szabadgyököket, annyian antioxidást kell enni, na. Nagyon egyszerű példákat fogok mondani, meglátjátok, kalocsai fűszer, paprika, az egyik legjobb. Komolyan? Na, megkötő, hát akkor kolbász. Nem csak zsíros kenyére, nem zsíros kenyére, hanem mindenhez, tehát úgy, hogy kis kanál. Elképesztő jó kis zsiradékkal nyilván. A mély piros színű paprikák, hát a savanyú káposzta. Azután ez a bizonyos lila káposzta. Szoktatok enni párolt lila káposztát? Ritkán, sajnos, ritkán, de jó az egyébként. Önmagában is jó. Igen. A C-vitamint például csipkebogyó tejába tesszük. Sokkal több szívódik fel a csipkebogyó miatt. Uh-huh. Ilyen kis egyszerű drogok vannak. Bocsánat, csak a C-vitamin kapcsán egy rövid kérdés, hogy mi igaz abból, hogy a C-vitamin fölismeri a szervezet, és ha mondjuk te narancssal veszel be aszkorbinsavat, jobban felszívódik, mint a sima aszkorbinsavat veszel csak be. A hír igaz, mert ezek a bizonyos P-vitaminok, amikről Szent Györgyi professzor is annól beszélt, ezek együtt dolgoznak, szinte testvérei a C-vitaminnak. Tehát ha a gyereknek mondjuk sima C-vitaminos rágótablettát adok, amint semmi más, mint aszkorbinsav,
akkor azt úgy adjam a C-vitamint a gyereknek, hogy legyen benne valami természetes vívőanyag, például csipkebogyóval kombinált aszkorbinsav. Vagy adjál mellé egy kanál megylekvárt, egy kanál szederlekvárt csipkebogyóteját, tehát a színes, piros, aha, fekete színű színanyag. Ugye egy kanál natur citromlé is jó. Az is jó, az is jó. Ezzel a többször. Helyjával óvatosan. Ó, fenil, fenol, csak ennyit mondom. Ó, fenil, véged lesz. Fenol. Ó, fenil, fenol. Mint egy gyűrűk urából lenne. Szarumális, ó, fenil, fenol, igen. Oké. Okay. Jó, hát akkor ezek az alternatívák, ugye? Ezek, igen, amiket elmondtuk, hogy ezek jók. Na, újraépített húsok. Nemrégiben kirobbant egy balhé, hogy megbüntették az egyik gyorsétterem láncot. A gyorsétterem lánc természetesen tiltakozott. Kicsit, hát akkor ráncsuk le a leplet, hogy egyrészt mit teszünk, ha ott például húst teszünk, mi az, hogy újraépített hús, miért büntették meg őket, és jogos-e úgy, most, ahogy most védekeznek. Most megállt az élet a termekben, a fekvő nyomópadokon, újraépített húsok, ugye? Hát figyelj, szerintem például sokan esznek gyorséttermekben, ez jó ott is tudni, hogy ugye ők is törekednek arra, hogy minél egészségesebb dolgokat csináljanak, de mégis mi kerül abba a hús pogácsaszerű valamibe, ami ott van, vagy te a kis pontjaidat majd ott leszed, ugye, amit évek óta gyűjtöget, ha el nem halálozol egyszer. Meglepett magad, nem is baj, itt lehet menni időnként, ezzel nincsen semmi baj, csak tudjuk, hogy mit teszünk. Na, mi ez az újraépített hús, vagy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy elvileg húspogácsáról van szó, de biztos tudjátok, hogy a húspogácsa az megismerhető, hogy ez egy fasírozott például, ha otthon készítjük. Most már képesek a gyárak olyan húspogácsát gyártani, hogy kísértetiesen hasonlít a bőr nélküli pulykamerre, vagy csirkemerre. És hogyha a reklám ezt sugallja, hogy ez mondjuk natur bőr nélküli hús, szelet, akkor az emberek szívesen veszik, mert olyan természetesnek a jónak tűnik. És a végén kiderül, mint ebben az esetben is, ugye egy több mint 10 millió forintos bírságot szabott ki a versenyhivatal, a gazdasági versenyhivatal, hogy rossz volt a kommunikáció, nem volt helyes a kommunikáció, mert ez egy újraépített hús volt. Tehát én azt gondolom, hogy ott egy szelet húst eszem meg, ami normálisan egy szelet hús, amit az ember bemegy a henteshez, megsüti, berakja egy szemét, és megeszi. Nagyjából ezt az érzetet kelti, ugye? Sokszor egy-egy reklám. De közben ez nem egy normális hús, hanem egy újraépített így hús. Így van, és emlékeztek, hogy a múltkor beszéltük, hogy milyen jó volt régen, amikor szeletekre vágták a húst a szüleink, és lesütötték. Igen. Egy picit ezt a retro feelinget szeretnék visszahozni úgy, hogy olyan húsokat gyártanak, amiben beleharapsz, és nem olyan, hogy ja, hát ez ilyen darált húsból van, hanem újra fölépített hússzövet tulajdonképpen. Ennek az a lényege, hogy szintén megkutterezik a hús, tehát tudjátok, vannak ezek a késes vágók, a főtt vagy sült húst megkutterezik, és ebből egy ilyen hús, egy kész húspép lesz. És ezt vissza lehet építeni úgy, hogyha újra főzik, újra sütik, és megszilárdul, akkor annak olyan állaga lesz, mint hogyha levágtál volna egy szelet mellett. De mi értelme van újraépíteni, hát azon kívül, hogy most akkor mi nem teszem le normálisan? Azért a natúr csirke mellett kapsz a végén, de előtte meg nyilván benne van a bőr, benne hát egy csomó darálékben, igen, bőr, csőrbőr, karom, minden. Igen, de ezek az új bőrkeporok már olyanok, hogyha megszilárdul, tehát fölfőzik és megszilárdul, akkor húsállományt ad. Tehát nem fasírt állományt ad, nem darált húsállományt ad, és igazából ez az újdonság. Ráadásul a darált húst azt úgy bírod ízesíteni, ahogy csak nem szégyelled, mert elképesztően jól lehet ugye a darált húst keverni, ízesíteni, míg egy natúrhúst azt legfeljebb a felületét megsózod, hogy bepárcolod és kész. Ez a lényeg, hogy olyan ízek járják át, és mégis olyan feelinget ad, olyan érzést ad, mint hogyha leszeletelt húst ennél, bepanírozva, kirántva. De közben egy bőr a hús érzetet kelti, vagy ez az újraépítés? Van hús, persze, nyilván. Sőt, az illető cég ugye azt mondta, hogy lényegében a hús ugyanannyi százalék benne, mint a natúrhúsban, csak ugye benne van a bőrkepor, benne vannak az inakból, csontokból ugye gyártott, egyébként fogyasztható részek. Mert ez mind azért van benne, mert ugye azokat is felhasználják, és növelik a hús tömegét, amit egyébként ugye le kéne szedni a húsról. Tehát ez egyfajta tömegnövelés? Hát ezek azok a kollagén szövetek, amik hús tömegét növelik. De pontosan annyit használnak, hogy ne érezd, hogy ez márványozott, ne érezd azt, hogy ebbe víz van, ebbe zselatin van. Elég képesten jól eltalálják, ez professzionális munka, és hozzá kell tenni, hogy most már olyan aromák vannak, úgy nevezzük, hogy összetett aromák, hogy hamburger aroma. A hamburgerben hamburger aroma van. Nem hiszem el. És ezáltal, ugye ez fűszeres aroma, összetett aroma. De ez olyan, mint például máshol a nátriumglutamát, ami egy ízrobbanást okoz a szájban, és nem tudod miért, de például a chipset akarod enni, mert fölrobban a szádba az íz, ugye ez a nátriumglutamát, ez a kínai só, amit ugye most már nagyon sok helyen használnak, sajnos ez egy így ízfokozó. Ez is egy vegyület tulajdonképpen? Így van, ez egy vegyület csoport, illetve egy olyan összetett rendszer, amit nagyon komoly
élelmiszeripari munkával készítenek, és tesztelik, hogy melyik hamburgerből ki mennyit eszik. Ezek nagyon hosszú teszteken mennek át, mire a gyorsétterembe kerül az a hamburger aromásítva és mindenhogyan, az egy profi munkának az eredménye. És észrevesztés az azzal téged úgymond befolyásolnak. Tehát tesztelő csoportokon megy át, és most leegyszerűsíti a dolgot, amelyik hamburger a legnagyobbat robban a szájban, és a legtöbben eszik, vagyis a legnagyobb ízélményt adja, ott azt a hamburger aromát teszik rá arra a hamburger, és adják el. Így van, számtalanféle fűszeres hamburger aroma van, de ez ugyanígy megvan a kutya és macska étel, vagy táplálékgyártóknál is, hogy vannak olyan aromák, amit a macska szívesebben eszik. Ezért van az, hogy például nem azt mondom, hogy elvonási tünetek vannak, de amikor valaki erre a termékre vagy gyorsétteremre gondol, akkor szinte már érzi azt a fajta ízrobbanást sokszor a szájában, és tud hiányozni, nem? Tehát, hogy egyszer oda tudsz enni, és az wow, de jó. Pont azért jó, mert hogy közben megvan az a robbanás. Szerintem Balázs, érdemes volna erről majd később beszélni, akár egy külön műsorban, agykémiának hívjuk, ugye? Élelmiszer agykémia. Az élelmiszerek az agyban úgynevezett archívumot hoznak létre, és egy ízmemória, így nevezik, ízmemória. Az azt jelenti, hogy ha most kimondanék neked egy-két nevet, abból a te agyadban rögtön képek, ízek merülnek föl, és nyári választás indul el, pavlovi mechanizmus indul el benned. Szóval ez így működik, hogyha mondok egy szót, akkor abból az agyunk képeket hív elő, egy feelinget, egy megvilágítást, esetleg egyet a kedvesedben mondjuk vacsoráztál, ott ettél ott, akkor az rögtön előjön, és egy olyan ellenállhatatlan vágyat fogsz érezni, döbbene, hogy ez preferencia. Tehát ez elképesztő, hogy a vegyipar, a kémia és az élelmiszeripar már szinte milyen összefonódásban él. Tehát senki ne csodálkozzon, és most nem erről a hálózatról ízek beszélek, de hogy tulajdonképpen ennyi típusú fajta betegség van, hogy vegyiparral, kémiával előállított termékeket eszel, és te csak azt gondolod, hogy finom az íze, és közben ott már kémikusok dolgoznak, vegyészek dolgoznak, hogy mennyire hihetetlen, és nem? Ízemléket hagynak az értelemben, az idegrendszerben, ízlenyomatokat, ezeket hívják elő, amikor belépsz ott az illat, ugye ventilátorra ott az illat, előhívja az ízemléket, így működik, hogy a metróruhárokban is a látványpékség kiventillálják, és előhívja, mire felérez a mozgó lépcsőn, előhívja az ízemléket, annak kell egy 2-3 perc, mire az akarati döntéssé válik. Ez, ugye ez úgy nevezik, hogy gasztropszichológia, vagyis táplálkozási lélektan. De ilyen emlékeket egyébként a hétfői hurka és kolbász. Egyébként igen, én már téged megláthatok, nekem már egy ízemlék vagy. Ugye én egy ízemlék, és az a baj, hogy nem ezt tudod választani, mert ahhoz kell egy kicsit dolgozgatni, meg kell sütni, így meg van, kell csinálni, hanem ahhoz bemész, és mindenütt van, tök egyszerű, meglett. Sosem az a baj, hogy bemész, itt mindig csak az, hogy tudjál róla és mértékkel. Tehát, hogy senkit nem beszélünk, tehát tényleg mindenki úgy éli az életét akarja, csak tud. Én mindig azt mondom, hogy csak tud, legyen meg a döntésed, hogy tud, hogy mi van ott. És ha már tudod, eldönthesd, mert ráláthatsz, és van információd arra, hogy akarsz-e bemenni, vagy nem. Ezért csináljuk egyébként. Mindenki menjen, ha akar. Tehát ez nem erről szól. Tényleg. De hát figyelj, meglátlak, te már egy ízélmény vagy ennyi, nekem. Ennyi. Én már hurkákat látok. Hurkákat látok. Valamire helyetten gondolsz, rögtön előjönnek képek, előjönnek ízek. Előjönnek. Figyelj, ezért például a mérete, az állaga, a tulajdonságai egy azon étterembe, egy azon húsnak az ország bármely pontján mindig ugyanaz, pont ugyanaz. Ezért, mert egy mérlegen, serpenyőben kis kémiával előállított tucat tulajdonképpen, hogy egyforma a hús, ugyanaz a méret. Jó, mondjuk ez nem? Egy franchise, tehát okay, csak hogy futószalagon megy, tehát ez is egy kritérium, gondolom. Igen, rendkívül pontosan mérik a tömeget, mérik a sütési hőfokot, tehát ilyen szempontból nincs odaégett termék, ha megnéztétek, mert azért ugyanazok a paraméterek vannak. De hogyha nem csak a húsról beszélünk, nem tudom, hogy a salátára például áttérhetünk. Saláta nagyon fontos, hogy a krumpli két mondatban, hogy az például por vagy igazi krumpli sok helyen. Igazi krumpliból készítik, ez azért fontos a gyorséttermekben is, csak a végén ugye előfőzik, elősütik, majd fagyasztják és készre sütik. A lényeg az, hogy egy olyan olyan fűszeres hogy mondjam, egy ilyen kivonatba mátják egyes helyeken, ami hús kivonatokat is tartalmazhat, ezért amikor a gyorsértelmi burgonyát eszel, akkor ha nagyon megfigyeled magad, akkor hús ízemlék jön elő. Tehát mintha egy pici marhahús, egy sertéshús, csirkehús, ez attól lehet, ugye az iszlám országokban ezért szóltak is, hogy ott abba is hagyták, és akkor vetődött fel ez az egész kérdés, hogyha valaki csak krumplit akar venni, meg mondjuk valamilyen üdítőt, de nem akar húst venni, mert mondjuk nincs pénze rá, vagy nem akar enni, akkor a krumpli ízvilágától az agy megkapja a hús ízemléket. Elképesztő, tehát nem sima krumpli és só, hanem ott is egy kis ízrobbanást előidéző valamiben megforgatják, vagy megszórják? Így van, ízrobbanáshoz létre az a kis keverék, hát ez is ízbirálók eredménye. Az érdekesek, ezért mondom, hogy a világon van néhány ember, nem sok, akinek az ízérzése az minden más emberinél érzékenyebb.
Tehát már több milliószoros higításban megéreznek ízeket. Ezek az emberek sok pénzt keresnek, és ők hozzák, ők állnak az egésznek a hátterében, hogy létrehoznak ízharmóniákat, amik később bekerülnek a modern életbe, preferencia, és a kóstoltatás, beetetés, hogy nevezzük, utána pedig bekerül a forgalomba. Döbbenet. Egyébként ez olyan, mint a parfümöröknél az orr, ugye? Hogy igen, ott van 50 ízre, lebontja 50 ízre, és ezek éreznek, és ők mondják meg, hogy mi az, ami működni fog az átlagembernél. Csak egy mondat ehhez kapcsolódóan, én voltam az egyik ilyen nagy cégnek egy kiállításán, és azt nem mondhatod, hogy nincs igazi krumpli, nagyon jó minőségű krumpli van. Nem mondhatod, hogy nincs igazi. Erre figyelnek. Érted? Abszolút. Tehát az alapanyag az mindenütt király, és akkor utána, ha jön, akkor ez. A kicsi apró finomságok, amikről le már beszélni, igen. Például bemegy az ember, ugye most nagyon elmentek ezek a gyorséttermek, hogy saláta, ilyen, olyan, ott mit várhatok például egy salátától, vagy magyar termelők, külföldi termelők, franchise, valon Amerikában jön a saláta, vagy magyar termelők? Általában magyar termelőkkel szerződnek le a különböző gyorséttermek, és az ő saját feltételrendszerük szerint kell a magyar termelőnek pontosan betartva az utasításokat, de minden részletre pontosan termelni azt a salátát, mondjuk fejes salátát. Emlékezem, egy előadáson évekkel ezelőtt odajött hozzám egy családfő, aki négy szem közti beszélgetést kért, éppen a gyorséttermekről és más témákról is szó volt az előadáson vidéken, és elmondta szomorúan, hogy ők is ebből élnek nem rosszul, hogy az egy-egy gyorsétterem láncnak salátát termesztenek, de szinte összetette a két kezét, és mondta, hogy Gábor, ne egyetek belőle. Már bocsánat, hogy azt mondom. Egy termelő? Igen. Tehát aki ezzel foglalkozik. Azt mondta, hogy termesztik, de őket nem fogyasztják. És miért? Mi a kritériumrendszer, vagy miért? Nem állítom azt, hogy ez egy illegális és vegyszerrel nagyon szennyezett termék, de benne vannak azok a maradványok, azok a vegyszer maradványok. Tehát gyors termelésről van szó, és nincs idő kivárni gyakran azokat a minden téren azokat az időket. Ezért a beszállítási sebesség az igen jelentős. Most nyilván fogjátok kapni itt az e-maileket, meg SMS-eket, hogy jaj, ez nem így van, meg hát mondjunk konkrét példákat. Nincs értelme erről ilyen szinten beszélni. A lényeg az, hogy nyilván mindenki, aki gondolkodik, tudja, hogy itt milyen sebességgel folyik a termelés. Ahhoz, hogy egy vegyanyag lebomoljon, ahhoz sok időre van szükség, bekerülnek. És ezek, hogyha határérték körüli mennyiségek is, de valaki rendszeresen fogyasztja, akkor már allergiákat, gyomorbélpanaszokat okozhat. És a termelő jelezheti ezt a gyorsétteremnek? Vagy ha jelzi, akkor erre mit mond a gyorsétterem? Hát ez az illető férfiú lelkiismereti kérdést csinált belőle, és bárhányszor is jelezte, hogy ez a termelési módszer szerintem nem etikus. Azt mondták, hogy tartsa be az előírásokat, hogyha szeretné ezt a munkát megtartani, és a családját ezzel eltartani, különben máshova kerül a termesztési szerződés. Tehát vagy így termeled, és ezt adod a gyorsétteremnek, azzal a vegyszermennyiséggel, azzal a gyorsasággal, vagy pedig akkor nem termelsz. Így van, de én biztos vagyok benne, hogy akik látnak salátát gyorsétteremben, azok látják rajta, hogy ezek gyors termelésű, ezek ilyen bodybuilder saláták. Azt a mindenit. Hát gyerekek, a szabad választás és a szabad akarat, ugye ott van mindenki előtt, jó erről tudni, meg nagyon azt hiszem, hogy kell is erről beszélni. Vannak családok, akik konkrétan már számomra megdöbbentő módon hétvégi programnak ezt csinálják, hogy szombat-vasárnap ott élnek. És főleg, hogyha gyermek is ott van, szóval az már kockázatos. Ott van a mama, ott van a gyermek, és ugye mind a kettő ilyen szempontból, emésztési szempontból veszélyeztetett. Jani is jár, mi is járunk, tehát én nem azt mondom, hogy ne. Tehát én is elmegyek, Benni kap egy krumplit, eszünk egy hamburgert, itt mindig a mértékről van szó. Van még valami, amit tudnunk kell, hogy porból valamiből hogy készül, vagy ez volt a legfontosabb, a saláta, a krumpli meg a hús? Hát igazából ez a három a gyorsétteremben, igen, ez a három, amiről beszélni lehet. Találunk még egyéb terméket is, mint hal terméket. Őszintén szólva, ezeknél is majdnem azt mondom, hogy általánosítva hasonlóak a törvényszerűséget. Tehát egy újraépített valamilyen filéből, igen, és bőrből is, stb. Igen, tehát aki gyorsétteremben megy, az ne várjon kiemelkedő minőségű terméket. Ezek a cégek jól élnek, és azért megnézitek az áraikat. Szóval azért megvannak azok a százalékok benne, amiből jól lehet élni. Én ebből egy kicsit etikai kérdést is csinálok, hogy vajon mennyire lehet, meddig lehet támogatni egy-egy ilyen gondolkodást. Ja, ez egy gondolkodásmód. Őszintén, hogy maga a gyorsétterem kategória sem egy minőségi kategória. Ez így van. Hát nincs olyan tudod, ember az országban, persze, aki úgy megy be egy gyorsétterembe, hogy na, akkor ez a hónap fénypontja. Meg. Nyilván nem egy Michelin csillag, hát más a kettő. Az egyetemen kiemelik a gyorséttermi burgonyát, mint jó példát. Élelmiszeripari szempontból, hogy, lehet, hogy mennyire csinálni. Szabályozott, mennyire pontos, tehát ez elvitathatatlan, hogy mi most nem arról beszélünk, hogy otthon sütsz krumplit kétszer, két különböző minőséget kapsz, oda égeted, a másikat nem. Gyorsétterem helyen nem fordulhat elő. Nagyon pontos, nagyon tiszták, nagyon higiénikusak ezek a helyek. Itt ugye a probléma mással van, az egyéb kis finomságokkal.
Jó, Gábor, folytatjuk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, ez már megint nagyon izgalmas volt. Én is köszönöm. Tényleg fontos, fontos ez a rovat, fontos erről beszélni. Mi elmondjuk, aztán a hallgató pedig dönt, ahogy szoktam volt mondani, mi csak azt adjuk meg, hogy tudjon dönteni. Szerintem ebben ez a legfontosabb. Na jó, jó, de mit reggeliztél, ez Gábor? Ja, kérdezz, ez egyik hallgató. Igen, hát majdnem elfelejtettem, egy kis reggeli menüt, Gábor, nekünk hát mit reggeliztél? Most igazából nem tudok olyan nagy dolgot mondani. Na. Egyszerű kis műzlit reggeliztem, háromféle pehelyből állítottam össze, és kétféle asszalványból. Volt benne datoja és mazsola. Most annyit csináltam, hogy fekete ribiszke és fekete szeder lisztet tettem bele. Aztán mindenségit neki, hát így kirúgni ma reggel a hámból, Gábor. De az étkezés felénél eszembe jutott, hogy egy kis piros alma rost is kell bele. És a piros alma héjából készítünk rostot, fantasztikus, és az nagyon fontos a polifenolok miatt. Nagyon. Imádnak. De ezt így leveszed a polcról, a polifent az mindig van ott nálad. Alma rost igen van, és muszáj, hogy azt hozzátegyük, igen. Csak mondom, hogy hamarosan szeretnénk foglalkozni, ha már a műzliket említetted, pont most olvastam egy cikket, hogy is szintén tévesztik meg a szülőket, és egyébként baromi nagy cukortartalommal hogy adnak el egyébként gyerekeknek szóló terméket, amit te vidáman öntesz bele a tejbe, kakóba, gondolván azt, hogy milyen baromi egészséges dologgal eteted a gyermekedet, és annak alapjában mennyi a valódi életani jelentőség és mennyi a cukor, tehát ezzel is fogunk foglalkozni, ez is egy egyszer meg összeállíthatunk majd a Gábor által ajánlott referencia menüt. Mondjuk egy, de most komolyan, tehát igen, egy napra, reggeli, ebéd, vacsora, és a desszertek, amik ugye jó, elég közel állnak Gáborhoz. Én tudom, mi lesz a vacsora, 10 a fény. Este már nem eszünk. Imádlak, Gábor. Köszönjük szépen. Egy hét múlva nem vagyok, te sem vagy, két hét múlva folytatjuk, jó? Elmentesövezet @morningshow.hu. Ha kérdés van, megpróbálja Gábor lehetőség szerint megválaszolni. Nem tudja mindenkinek, mert több száz levél jön be egy-egy adás után. Nézzük őket, olvassuk őket, a Gábor a legfontosabbakat természetesen próbálja megválaszolni. Két hét múlva folytatjuk, most pedig hármasugrás játszunk valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, Kriszti! Hello, Kriszti! Igen. Kriszti, melyik? Tudom, hogy ez... Kriszti. Ugye ez nálatok, ez igen. Érzékeny. Igen, Andrea, igen. Andi, meg itt van, igen, aki... Igen. Honnan hívsz minket, Kriszti? Görbeházáról. Görbeháza. M3-as. Igen. Elkerül bennünket. Nézd meg, úgy ennyi, ismeri gyerekek. Az országot, mint a tenyerét. Fejemben vagytok, bárhol vagytok, a fejemben vagytok. Gólyák, sok gólya. Na. 35-ösön végig, úgyhogy. De mostani állapot, azt mondod? Most még nem, ja. De egy hónap múlva, igen. Hál' Isten, hát az jön a tavasz, azt jelenti. Jani, milyenek a kérdések? Hát, a harmadik piszok nehéz, az, a második az közepesen nehéz, az első meg könnyű. Annak, na, aki ismeri ezt a sportot, egyébként majd nehéz. Majd meglátjuk. Meglátjuk, Krisztus. Zilkos. Drukkolunk, jó? Így szól az első kérdés dedikált nyakba akasztóért. Hány pontot ér egy sikeres büntetődobás a kosárlabdában? Egyet? Úgy van. Áj, de hasonlítasz. Ügyes vagy, nagyon. Jó van. Jó, az jó volt. Oké, mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés egér alátétért, vagy Klassz FM-es szatyorért. Melyik növény magjaiból készítik a hagyományos falafel golyókat? Falafel. Falafel, bizony, ez egy jó étel. Szóval, hogy ezt akartam már csinálni, de aztán más lett. Falafel, saláta, zöld. Nem. Nem. Az irány jól lett volna, mert egy növényről van szó, ugye, de ez a csicseri borsó. Igen. A csicseri borsónak a magjából. Aha. Csicseri borsó, vagy a humuszkrém, ugye az is csicseri borsó. Meg lehet tenni krémben, vagy falafelként, nagyon finom. Igen, annyi mostanában csicseri borsót, úgyhogy... Na! Nagyon, és nagyon jól teszik. Nagyon magas fejre tartama van, nagyon egészséges étel van, és nagyon sokféleképpen el lehet készíteni. Igen, igen, igen. Bagoly borsónak is hívja. Kriszti, hát ne haragudj, nincs ajándékcsomag. Köszi a játékot! Köszönöm, sziasztok! Ciao, hello, hello! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Gyerekek, szörnyű hírt kellett olvasnom a bulvárban, egy mondat erejéig beszéljünk róla, mert a hírek után ennek utána kell járni. Mi van? Mi történt? Pákó apósa nem engedélyezi az esküvőt. Atya úristen. Gyerekek, hát már majdnem megvettük a repülőjegyet, hogy repülünk Nigériába. Pákó Gósztú Nigéria, ugye? Hogy ott lesz az esküvő. Pákó apósa nem engedi el a lányát. Na, mit azt lehetett sejteni? Rajta múlik. Ez a fiú nem veszi el a lányomat. Na de. De éreztük ezt azért, hogy itt az erdélyi lánykérésnél nem lesz-e valamiféle probléma? Pákó azt mondta, nem. Hát ha nem lesz, meg nem volt eskő, akkor ő nem is az apósa. A majdnem apósa, leendő. Hát a leendő az apósa. Az ember, aki. Az az ember, aki. El akarta venni. Pákó állítólag romokban. Hát ez kemény.
B-tervet kell neki ajánlani, úgyhogy felhívjuk és megkérdezzük, mi a helyzet, tudunk-e valamit segíteni. Új mennyasszony, új a post. Valószínű ez lesz a megoldás. 9 óra múlt 2 perccel Pákot hívjuk a hírek után. 9 óra múlt pontosan 17 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Közlekedési hírekkel együtt, mert ugye azok is vannak. M7-es 91-es kilométeren pályamunkások dolgoznak a leállósávon, Nagykanizsa felé, vigyázzunk rájuk. Üzente Könyves Nánni, mérnek a 4-es úton, Ceglédnél Budapest felé, az biztos. Ezt Viktor a főnök küldte nekünk. M3-as 88-as kilométernél van egy trafi, Budapestről kifelé, ezt Petyó küldte nekünk, köszönjük szépen. És a 105-ös kilométernél szintén a Molkútnál. Ott szintén trafiznak, úgyhogy mindenki menjen lassan. Kaptunk egy kis csomagot, és meg kell köszönnünk, mert így illik, és egyébként is mindenkinek nagyon ízlik az édesszájúak Bródi Sándor utcai Mekkájából. Ahova te már zarándoklatra mész, igen. Zarándok útra. Jártam náluk egy pár héttel ezelőtt, és nem bántam, mert ott van egy nagyon kellemes kis cukrászda, és a cukrász hölgyek küldtek nekünk két doboz megfelelő mennyiség. Nagyon drágák, igen, köszönjük szépen. Tényleg lassan már olyan vagy, mint a Lecsóban szereplő, az a rajzfilm, ez a Michelin ellenőrt, ott belépsz valahol, és összerezzen mindenki. Meg lehet, hogy itt vagy. Ezt előbb-utóbb visszahallják, vagy jót, vagy rosszat, úgyhogy neked már megvan a renomét. Cukrászatokban kell már ragasztanom magamra pluszba is, meg egy szemüveget. Ki az ott a Vadon Jani álszakálba, álbaizba, vagy Lenin támad fel? Már áruhába kell menni, tényleg tesztelned, hogy ne kapjál mást, hogy meg tud enni ugyanazt, amit a többiek megesznek, mert hogy mindenhol már rettegnek az ítéletettől. Kéne neked valamilyen cukrászblogot írni egyébként? Az nagyon nagy felelősség. De nem úgy, a fogyasztó szempontból. Tehát én azt szeretem a legjobban, amikor egyébként sokszor egy laikus írja le egy blogban, hogy neki ez azért, és tök jó, hol van a legjobb lángosos, azért mert, hol van a legjobb cukrászda, azért mert, te figyelj, képes vagy 400 km-t utazni egy cukrászdáért. Én ilyen embert nem ismerek, úgyhogy... Nagyjából egy hétvégi programot rászerveztek egy, mit tudom, egy veszprémi cukrászdára. Hát ez számomra totálisan döbbenen. Most valami fejben megpróbáltam összeszedni azt, hogy hány cukrászda esetében tudok mondani olyan konkrét süteményt, ami miatt szerintem érdemes oda menni, mert nálam ugye van egy csomó ilyen, hogy nem mindenhol veszek mindent. És mennyi jött ki? Hát elég sok. Elég sok. Hát egy 8000 kilométeres utazás összehívsz belőle. A cukrászda mindenképpen van, tehát hogy tudom, hogy hova, miért érdemes elmennem. Szeretem az édességet, meg így tényleg eszem is, én nem vagyok túlságosan édesszájú, de most azt mondod, hogy Bali, 2 metró megállóba, innen, egy olyan zahertortát eszel, hogy megőrülsz, mondom, Jani, engedd el. De nem ezt mondja, azt mondja, hogy rémes ér, záhony. De akarom éreztetni, hogy 2 darab metró megállót se lennék hajlandó elmenni egy zahertortát. Mondom, hogy nagy, figyelj, Bali, csak a nagyvára térjegye, olyan zahertort, engedd el, engedd, kész, menjél, hozz egyet, ha gondolj, biztos, hogy nem vagyok hajlandó ezért utazni. Te meg záhonyba elmész, igen. Ha a Ferenciek terén mész. Ott lefordulsz egy pici mellékutcában. Na jól van, gyerekek, hát szörnyű hír az, amit ír a mai bulvár. Mert hogy van egy, hogy is mondjam, támogatottunk, akinek hát végig drukkoltuk már a lánykérését, végig drukkoltuk a szinte a jegyvásárlását, a repülőútját, már mindenét szinte már mi is azt éreztük, hogy ott vagyunk fél lábbal Nigériában. Erre mit hoz ma le a bulvár? Szörnyű sóhajtások közepette kellett konstatálnunk, hogy Pákó jövőbeli apósa, vagy hát potenciális apósa áthúzta az esküvőt. Hihetetlen. Pákó nem megy Nigériába. De legalábbis esküvő céljából. Arra fele lassan terjednek a hírek, hogy Pákó nem tett egyértelmű arra utaló jeleket, hogy el szeretné venni a lányát, vagy azt hitték, hogy ez egy poén? De nem. Vagy nem. Volt lánykérés. Persze, kiment a lánykérés, és igen, a lánykérésnél... Igen, csak Fater nem volt otthon. De ő otthon volt, csak azt mondta, hogy nem. Aha. Nem, és menj ki. De nem a... Nem, menj ki inni, te. De nem az volt, hogy ott igen mondott, csak valamire rájött, vagy összetett, vagy megébredt, fölriadt, és azt mondta, hogy jaj, mégse hagyom, hogy Pákó elrabolja a lányomat, és utólag, mert ugye a lánykérés egy hónapja volt, hát most már repülőjegyük van. Állítólag március végén tényleg mennek Nigériába. Tehát ez le van szervezve. Most ahhoz képest, ugye, jelen pillanatban az após jelölt egy tolvonással áthúzta, hogy már pedig ő nem adja oda a lányát, nem lesz esküvő. De már egyszer odaadta. Hát gondolom, igen, hát a lánykérése már a Pákó nem azt mondta, hogy elment lánykérni? Nem. Nem azt mondta, hogy már volt Erdélyben? Amikor beszéltünk vele, akkor mondta, hogy indul Erdélyben, nem? De. Hát jó, de ez egy hónapja volt, hát azóta csak odaért.
lassan megy, körbe. Egy hónapja mondta, hogy ne, igen, ne, ma ezen a hétvégén megyek, vagy jövő héten megyek, de hát gondolom azért ezt egy hét alatt lehetett abszolválni, hogy az ember elmenjen Erdélyben egy lánykérésre. Az a baj, hogy annyira biztosan állította, hogy ő hozzá ez a lány hozzá fog menni, meg hogy le van szervez már az esküvő, meg hogy 2000-en lesznek, vagy ilyesmi, hogy az ember azt gondolta, hogy tényleg ez a dolog már abszolút le van zsírozva egymással. Nem lehet, hogy valami kis áldomáshívás közben becolt valamit az fel, vagy nem tudom, és hát ugye nem voltak tudatában annak, hogy mit mondtak, nevet mondtak, hogy persze, vedd el feleségük. Hát mondjuk egy székely ember mit szűr le a Pákó beszédéből, az is egy nagy kérdés nekem, mert hogy mi magunk se értjük. Igen. Tehát hát még egy ilyen jó ízes beszédű székely ember, ha meghallgatja. Hát gyerekek, azért a lányodért eljön a Pákó, állsz ott a kis kalapotban, nem? Ne adnád? Igen. Hát, szóval, hogy azért ember legyen a talpán, aki erre azt mondja, hát vidd barátom. Becsönget, bauni, jöttem a lányára, hát azért ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy persze, terád vártunk, édes fiam. Nagyon nem kell szeretni a lányodat, ha gyorsan odaadod. Szóval igen, hát ember legyen a talpán. Na de megkérdezzük a hőst, hogy mi a helyzet a nigériai esküvővel. Lesz-e nigériai esküvő, megkapta-e hőnáhított szerelme kezét? Bauni! A leges, legboldogabb ember az egész világon. Az egész, nálad nincs boldogabb ember, komolyan. Bauni Pákokem. Csak nem megint jó kedved van, hát ezt imádom. Igen, jó kedvem van, ahogy mindig is jó kedvem szokott lenni. Hogy mondjam. És most minek örülsz, hogy mégis aglegény maradsz? Vagy? Na, mi az öröm oka? Igen, hát szörnyű híreket olvasunk az esküvőről és az após jelölt tolvonással áthúzott esküvőjéről, vagy a te esküvődről. Mi van most? Mi történik? Hát az van fiúk, hogy a múlt héten hétvégén voltam a Erdélyben, a Gyergyószent Miklóson, azt, hogy megkérem a lánykéze, a szapjától. Becsültem a szapjával. Na de már egy kicsit, akkor ne sérjünk ennyire, hogy zajlott? Tehát együtt mentetek, kiszálltatok az autóból, bekompaktatok? Együtt mentünk, nagyon izgultam, izgalmas volt bennem, és ha beléptük az ajtón, hát kérem szépen, üres kézzel mentem oda, én azt gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz a minden, megkérni a kezdő az apjától. Kérem szépen, előadtam az apjának, hogy letéttem a fordon. Letérdeltél? Tehát letérdeltél a fordon. Igen. Amit a nagyon-nagyon-nagyon orrult neki, nagyon-nagyon vidám, azt, hogy megkértem a lányok kezétől, és akkor annyi tanácsot nekünk, azt, hogy a gyerekek, ez nem túl kapkodás. Az a túl kapkodás. Ja, hogy nem túl gyors ez a dolog. Aha, igen, tehát kérdezte, az túl kaptuk minden, ami teljesen lejött a újságban, teljesen más, mert a részben igen, és részben nem. Ja, nem igaz, amit a újságban leírta, mert a telefonon zajlott a beszélgetés a újságíróval. De ezt azt tudja, amit most mondtam. De most akkor odaadta? Igen, nem adta oda. Nem adta oda, de az újság is ezt írja. Kategorikus nemet nem mondott, csak azt mondta, hogy ne kapkodjatok, várjatok még egy 20-30 éve. Addig már megöregszem, gyerekek. Nem azt mondta, hogy várok a 20-30 éve, hanem azt mondta, hogy várok, hogy legalább egy-két-három hónap, azt tudja, jobban megismerjük egymással, mert a párom ugyanúgy elvált, és nagyon-nagyon nem volt szép, amikor elvált, akkor először. Na de akkor most utaztok márciusban, vagy nem utaztok? Utaztok márciusban, vagy akkor most vártok egy kicsit, és lefújtátok egyelőre márciusi esküvőt? Nem, el kell, hogy mondjam, őszintén leszek veletek, el kell, hogy mondjam azt, hogy a székelyet, én tisztelem a székelyeknek a angyomája, még a kultúrája, mert tényleg muszáj kötelező megkérni a kezd a szapjától. Mert ez az angyomány, a székelyen. Ez az angyomány, mivel nekem edi párom van, nekem is el kell követnem ezt az angyomány. Vagyis akkor nem mentek?
De megyünk, csak azt, itt a kérdés az, hogy meg kell válni, mert az apósom nagyon-nagyon jó ember, nagyon-nagyon jó a jó szíve van, és nem akarom, hogy a szülőket, hogy a rosszból leesek így velük. Nem fog sérülni. Igen. Azt tanácsot ad nekem, azt, hogy a Dája, mint Dájának hív engem, azt, hogy Dája, És akkor most mentek, csak nem márciusban? Tehát akkor toltátok a jegyeket, átbukoltátok, átfoglaltátok, és akkor most nem márciusban mentek? Tehát vártok? Igen, nem március, nem, most már nem megy március 29-en az a repülőjegyet, még a minden, már telefonáltam a Afrikába is, ahol szépen mondtam neki, mi a helyzet, hogy mindenféleképpen így a tojuk. Tudjuk még előre ez a feskúval. Meglepően, mert ok is vártak minket otthon, de meglepően azt mondják, hogy jó van, ezt akarunk, akkor legyen azt. Megértették, hát ők is tudják, az angyomáj az angyomáj. Ez a széke angyomáj. Figyelj, de még megszöktetheted, hát ott van az a lehetőség. Csapd a hónod alá, vidd át a zöld határon, valameddig csak eljuttok. Hát próbáld megszöktetni, hát egy jó megasszony szöktetés, hát utána ennek elkapnak, az biztos, de hát megszöktetheted. Abszolút, és el kell, hogy mondjam gyorsan is, hogy ott, amikor visszajöttük a Romániából, találkozott pár barátommal, és azt mondta nekem, hogy azt tanácsa nekem, hogy a Pákó, hát nem szabad elmenni a Erdélybe, vagy a lány kérés, azt, hogy te üres kézen menjek. Ja, hogy nem vittél ajándékot. Azt mondta, miért nem viszem neki legalább 12 keske, és 12 csíke. Hát legalább orrot volna, és akkor iget mondott volna, érted? És azt szintén leszek, az apósom nem vágyik a 12 keskére, vagy a 13 csíkére, csak annyi tanácsot azt, hogy várom még egy pici, mert ez a kapcsolatunk. Van esze az öregnek, van esze. Székely ember, jól megfontolt. Tudja, hogy nem kell kapkodni, nem kell sietni. Az idő nem minden megold. Ha ez a dolog tart, még egy fél év múlva ráér az eskü. Akkor tanácsol majd még fél éve. Aztán majd csak lesz valami. Igen, persze lesz belőle. Anyukád szomorú volt, hogy nem mentek? El volt keseredve? Igen, voltak keseredve, mert tényleg vártak minket a márciusra. De megértettek a helyzet, a székelyek helyzet, hogy itt a hagyomány van, és kultúrával, amit meg kell követni. Egy nigériai, magyarul beszélő, Magyarországon tanuló ember elmegy egy székely lány, és a zseniális. Tehát az egész történet annyira jó, nem? Hát te hihetetlen. Te tényleg, szenzációs. Igen, hát ilyenok a szerelem. Ez, így van. Meg kéne filmesíteni. És úgy szinkronizálnak téged, ahogy Igen, jó van, legközelebb ész, vigyél valami ajándékot, mit egy üveg pálinkát, valami ételt, ital, valamit, nem? Hát valamit vigyen. Meg lehet, hogy a 12 kecske. A kecske nem rossz, igen. Csak lehet, hogy keveselt a 12-t, tehát, hogy már maga a felvetés is sértő volt, hát 24-et kellett. Igen, vigyél ajándékot. Hát lehet, de honnan szerzed ez egy 12 kecske? Ha vegyél, beszélj a hangával, ott mindig van szaporulat. Állatkert a diszkant. Ha te már 10-et veszel, ott már diszkontot kapsz, akkor gyorsan tudsz egy kicsit alkudni a 10 kecskére. Jól van, Pákokám, na vigyázzál akkor nagyon magadra. Jó, szóval minden oké. Szeretjük egymásra, együtt vagyunk, minden oké. Szeretjük, hogy nem vettük meg a repülőjegyet, nem? Hát most akkor bukolhatnánk. Vagy sztornóbiztosítás, vagy átbukolni. Hát gyerekek, hát komolyan mondom. Hát majdnem rászerveztünk itt egy kitelepülés, hogy menjünk a nigériai esküvőre. Nektek is akartam venni a repülőjegyet. Azt gondolom. Azt én pont így gondolom, hogy te ezt megvetted volna nekünk, igen. Te nekünk repülőjegyet, csak három olyan dolgot érzek ebben a kijelentésben, ami szerintem nem állja meg a helyét. Jó van, Pákokám. Na vigyázz magadra, szeretünk, imádunk, vigyázz magadra. Jó. Bauni! Bauni! One day I one day. Mit csinálsz?
Nem neki a legjobb. De mondd meg, nem neki a legjobb. Hát gyerekek, van bármi gondja az élet? Hmm. Itt vagy még? Ahó. Hallottátok? Nagyon jó volt, hogy hallottam. Szenzációs volt. Ez őrületes jó. Annyira jó volt, hogy... Tehát komolyan mondom, hát nem tudunk szavakat találni. Na jó van, vigyázz magadra. Báuni! Mellé teszi a telefon? És beleszövi a dal, hogy emésen hallottam. Ahó. Hóhá. Te nem vagy százas, imádom, nagyon jó vagy. Komolyan, veled el kell utazni valahova. Pákokám, vigyázzál magadra, jó? Szevasz. Ciao. Ahó. Hóhá. Atya úristen, hát csoda jelbizonytalanodott az após jelöl. Gyerekek, én mindent értek, de én lennék a lány apusa. Azt gondolom, hogy én se akarnám odaadni a lányomat. Tehát mondjuk egy ilyen vidám embernek, hát kinek? Kinek, ha nem neked? Na, szevasz, Pánko. Szevasz. Ciao. Elő, elő. Elő, elő, elő. Jaj, Istenem. Itt vagytok mi? Figyelj, van egy gomb a telefonodon, azt nyomd meg a gombot. Nem találunk. Jézus meg. Jézus, atya úr. És ez még órákig immelt. Imádni való. Szevasz, Pákokám, nyomd meg a gombot. Jó? Szevasz. Ciao, ciao. Na. Hú, véletlenül. Atya, a gyerekek, ha esetleg szólott a klassz, ezt most az öreg hallja, a vége. Az kasszával nekiindul a világnak. Az biztosan, ő jönnek Pestre. Elindulnak Pestre, traktorra, kasszával, kocsival, amivel jönnek. Tehát ez, hát most mondd te odaadnád a lányodat? Ugye? Hogy az öreg nem, okos. De húznám egy kicsit, hogy szórakozzunk. Sokszor hívnám családi ebédre. Fél tíz múlt pontosan, 4 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40, 10. Lesz pontosan 3 perc múlva, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Az M3-ason már hűlt helye a balesetnek, amit a 140-es kilométerre mondtok. Albert üzente ezt nekünk, és a 25-ös főúton Eger és Kerecsent között trafi, méghozzá egy szürke golfból mérnek. Ha a gyerekek, mikor Pákóval beszélgettek, esküszöm felére gyógyterápiával írja egy hallgató. Esküszöm megint bebizonyosodott, hogy neki a legjobb, neki semmi se fáj, kis Pityu írja. Ez a kedvencem, mikor nem teszi le a telefont, folynak a könnyeim, besírtam a rövést, írja a Laci. Igen, Bauni a félkegyelmi, nem akartak új sorozatot indítani, nem, imádjuk. Pákó egy egyszemélyes valóságsor. Gyerekek, vele egy hét, csak ha oda költözöl, és egy hetet együtt töltöd. Én tudom, amikor még csináltuk a rettegés fokát, és én kint voltam vele egy hetet Argentinában, hogy egy csapatban voltunk, ráadásul képzeld el, milyen erős csapat voltunk. Ráöntötték a patkányokat, úgy visított szegényként, többenet volt. Hát mi nagyon jól szórakoztunk. Tehát a csúcspont az volt, amikor rájött, hogy Afrika fölött repülünk, és mondtam, hogy ha most kiugrasz ejtőernyővel, akkor láthatod az édesanyádat, és mondta, hogy most kiveszi az ülés alól az ejtőernyőt, és elindul, és elmentünk a gépen a kijáratig. De te mutattad az utat. Mondom, gyere, gyere, most nézd meg a térképet, ott, ha most le... Hát, hogy ő milyen régen nem volt ott, imádom. Nem bonyolult vele. Nem bonyolult, de akkor bonyolult, meg akkor nehéz, meg akkor egy komoly tréning az ember számára, megpróbálja felfogni azt, amit ő mondani akar. De nem szabad. Nem kell. Nem kell, hagyni kell. Befogad a dobját, jön. Az ára. Így van, elengeded, ami nem jön át. Abszolút szenzációs, Pali. Tényleg imádnivaló. Többen kérdezik, hol tudjátok visszahallgatni a mai természetesen a morningshow.hu-ra. Menjetek, pákos beszélgetés, elmentes övezet, valaki BKV bérletben akar okosodni, morningshow.hu-n, egy csomó minden más mellett nyilván a mai nap is visszahallgatható. Csabi, hello, jó reggel. Szia, Csabi. Lassan már nem nagyon tudom, hogy mit tegyek. Hát figyelj, lehet nyilván, nehéz kérdés, persze. És aztán mindig ide jutok, igen, a Feri álláspontja, hogy hát tulajdonképpen ami jól esik. Figyelj, egyébként meg kell nézni mindent, ez így igaz, észre kell. Figyelj, az agy nagyon sok mindent eldönt, ha te beprogramozod, hogy az neked jó és jól esik, felülírja azt is, amit te megeszel, mert az agyad erősebb a bevitt terméknél, tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy te azt gondolod, hogy neked ez kell, és ez neked jól fog esni, akkor az jól tud esni, hát hasonló, mint a placebo hatás. Tehát az a lényeg, hogy neked az jól essen. De én
Nyilván, tudnék neked egyébként konkrétabbat is ajánlani, például egy falodát és dalodát a Liszt Ferenc téren. Hát az, hogy ma este mit fogok enni, azt tudom. Ennyit fizessek. Nagyon sokat. Ennyit fizessek. Én néztem egyébként hogy az étlapot, ez? Nézegettem folyamatosan, most lájkoltunk is benneteket, mert egyre inkább azt érzem, hogy nekünk is ott a helyünk részben. Nem minden miatt, de vannak olyan dolgok, amik kivesszük belőle a csülköt, és akkor jó lesz. Mini túró gombolcok, fahéjas tejföl. Halló, halló. Sonkás prézliben? Sonkás panírban? Azt mondta múltkor egyébként, hogy hát desszertünk nem lesz sok, de például az egyiket külön ajánlja figyelme, mert az egy kis tepertő pörcökkel van. Tepertő torta is van. Jó is az. Jó is az. Finomak ezek. Jaj, gyerekek, olyan csütörtök hangulatom van, de tudom, hogy már a pénteki forgatókönyv szerint megyünk megkérdezni, milyen zene, milyen recept, ki mit csinál, mert ugye nem vagyunk holnap, és nem vagyunk hétfőn. Utána én nagyon sokáig nem vagyok, majd erről akarok mondani még egy mondatot. Mi a recept? Kérlek szépen, hogyan etessünk halat a gyermekkel, ez a tárgykör, amiben most mozgolottunk, tejszín, hal és tészta. Ez van összegyúrva. Az jó. Az nagyon jó, tényleg, tök egyszerű, 20 perc, de tényleg, ne gyere, hogy nem 20 perc, igen. Kipróbáltam egy hülyén, meg tudja csinálni. De plusz előkészítés egy óra, vagy nem, bruttó 20? Bruttó 20. Az az én receptem, gyerek. Bruttó 20 perc. De már meg van pucolva a hal. Fincsi. Hal filét veszel, és akkor megcsinálják helyett. Filé. De mondani akartam, hogy nagyon egyszerű egyébként, hogy fejjel a gyomra felé, mert akkor nem akad meg. Mert ha farokkal a gyomra felé nyeli, akkor... Úgy, igen. Ez olyan, mint a sonkás tészta, csak halas tészta? Tehát egy halas tejszínes? Igen. Aha, jól van. Meg kis trükközés van benne, de semmi bonyolult. Jó, hát az nem te lennél nyilván, nem lenne benne valami kis tízdek a szerecsendió, hazdek, hadek, a kökény. Kis boltban kapható, a kökény is beszerezhető, de egyik sincs benne, képzeld el. Ez olyan, mint a hagymásbab, csak se hagyma, se bab nincsen. Fokhagyma ebben viszont van, úgyhogy... Az mindenben legyen. Tessék. 40 felett kötelező, értágító hatású. Legjobb fokhagyma. Centiméterekben mérhető a különbség. Csabikán, átmérőben. Na, ugye pénteken, hétfőn nem vagyunk, aztán ti vagytok majd egy hétit, körülbelül én egy hetet most nem, igen, vagyok, elutazom, jövök vissza. Én szeretnék elmondani, hogyha bárki lát, csinál egy fotót, mielőtt elküldeni az újságnak, a bulvár újságnak, tízér. Igen. Zsebbe 12. Jó, jó, ezt mondogatjuk is majd, jó? De zsebbe 12. Az itt a 15. Jó, zsebbe 14. Jó? Balázs, okay. Hagyd majd nálunk is itt készpénz, tehát nálunk is lesz majd, Ferinél is lesz majd 12, jó? Nálam is. Tehát zsebbe fizetek 14. Mielőtt elküldenétek valamelyik napilapnak, hogy fölnyomtok, zsebbe 14. Oda jössz, mondod, Bali, na, itt a fotó, látod, ezt küldeném 14-re. Zsebbe 14. De jó, azonnal fizetek, kápiba fizetek, nem vagyok átutalásos, megemertem a törzstőkémet, úgyhogy tud, a KFT működik, jól fizet, zsebbe, jó? Nem mószerolunk, nem fotózunk, zsebbe, ott megkapod. Na, látom a holnapi címlapot. Kedves olvasó szerkesztő. Mától 15 ezer forint egy kép. Vadásszátok le, 20 ezer. És azt mondod, hogy bruttó 10. Bizony. A nettó 6 félbe állsz meg. Balázs pedig nettó 12 dalkor. Köszönöm szépen. Én a dupláját fizetem. Ja, én meg csak mondom, hogy nettó 13-at fizetek minden olyan képért, amely Balázs látható, hogy lehajol Beniért, és hátul egy olyan 15 centi kivillan a kőműves dekoltázsából. Na, 13 József. Na jó, nagyon jó munkát kívánok nektek. Nagyon jól, nagyon sokat dolgozni. Fogok rátok gondolni. Gondolom. És minden egyes koktélt az egészségetekre és a hallgatók egészségére fogom meginni. Jó? Jó. És gondolok rátok meleg szívvel. Nagyon szép dolog. Remélem, hogy egy picit fog legalább havazni. Nem fog. De sajnos egyébként sajnos 15 fok lesz. Csabi, kell remek zenéid lesznek? Hát a hangnyommányokat figyelembe véve. Hangnyommány, hozom a Kálai Szandel Szandrásnak az újdonságát. Szerintem ez az ember egy zseni, mármint ahogy énekel is dalt szerez. A többi részével nem foglalkozunk, hogy éppen merre jár és kivel verekszik. Vigyázz aztán, hogy megverje. De a Runningot azt szeretném mutatni nektek, mert ez nagyon jó. És most, ha nem nyer az Eurovízión, kit ver meg? A Csiszát vagy a Filipet? Mi lesz? Azért fog tovább jutni, hogy ne bántson senkit? Mi lett? Ő is benne van, nem? A döntőben a Kálai. Ugye? Igen. Persze, nem eljutott, igen. Na jó. Csabi jön a kívánság műsorral, de még hívjuk a nap hallgatóját. Anna, hát te jó, jaj, vagy, jaj, nézd, jaj, hogy te jaj, milyen kis serény vagy, és milyen ügyes vagy. Hát. Hívjunk hétfőn vagy kedden, hogy milyen volt a dal? Mindenképp. Jó. Vagy ki esett ki? Feltétlen. Most? De most? Ezután? Ez az. Vagy nem, tehát most, ami most jön? Már ami... Nem az, ami most az előbb nem, volt, hát most, ez? Nem érted. Ami most? De mi most ami jön, most jön, az jön már ezután? Az a volt. Nem erről beszélek. Ami most jön.
közbe beszéltél a mostanira gondolsz? Azt mondom, hogy ami most jön, ez lesz az? De ez már nem jön, ez már nem. Jó, szerintem engedjük haza. Ez ugyanaz, mint ami az előbb volt. Csabi, a kívánságműsorral, bocsánat, kicsit szemtelen, de jó hétvégét mindenkinek, mert holnap nem vagyunk. Kedden jönnek már a srácok. Szevasztok! Sziasztok!